si ci basta. Dem te lei, dem te parla. Bel dom belato. Ti dat minden gacho como una fruit. Három porácsán van hangos ült. Let you se bit you life. Egyik sem tud kivárni. Négy évszak meg bivádi. Négy újszak van zsiványin. De ki állom a hét próbáltam cipelőt. Kell, hogy felpróbáld. Hétfejű sárkány. Vetszem nyakba. Minden morzsát szétszórnál. Meseország nem az én placom. Hát járjad a táncot. És asszony mond. Miért a szó, ha én csak várok. Ez a vándor. Csak egy kicsikét fáradt, szememmel kicsipáztam. Nem kell lány, nem kell párna, beadom, belátom. Belep a rossz hír, mint a hínár. Minden vítem, mint a hívnál. Ezt a kisd el a szállat, lehet, hogy jó helyen lesz majd az egyik vége nálad. Beszoptuk, hogyha nincs a végén, majd bűnbocsánat. Veled, ha csatázom, az puszta önutálat. Borulnak a tálak, ezen a vacsorán, az ördöggel bacsatáznak. Ideje korán, hát itt vége a csodáknak. Mert ez besz a behu bro, tele a Bernabeu bro. Improvizáció, vágod Rudolf Edi beugró. Ha bígyézünk deruló, hobbi munka kerülő. Rajtad jók a derülő, bolond pesti Naruto, wow. Bolond pesti Naruto, wow. Csak egy kicsikét fáradt, szememmel kicsipáztam. Nem kell párna, beadom, belátom. Csak egy kicsikét fáradt, szememmel kicsipáztam. Nem kell lány, nem kell párna, beadom, belátom. Azért random elég jó zenét találtam. Üdv mindenkinek, szép napot, szép estét, sziasztok! Itt vagyunk egy vadonatúj élő adásban, és eljött a pillanat, amit egyszerre vártam is, meg nem is. Újra illegál! Mennyi idő után? V4-en, illetve hát na, az eddigi V3-on. 2021 év elején voltam utoljára illegálba, szóval több mint két év, majdnem három éve, hogy illegáloztam a szerveren. Azt a mindenét. Megint kirúgtak a PD-ből? Igen, igen, igen. Hát ki kellett rúgjanak onnan ahhoz, hogy ide jöjjek illegálba. Szia Meri, most időbe érkeztem. Szevasz Patrik Kuruc. Üdv mindenkinek. Mondtam, hogy meg lesz az új gép, össze lesz rakva, és akkor pörögni fog az illegál. Itt van az új IG név, új karakter, új minden, új skin. Iratokat még nem csináltam neki, lekére pakoljam Rory Klein-nak az iratait, és akkor valahogy, hát nem tudom, valamit csináljunk. Korrupkodásvidi lesz, hát... Wow, ez melyik FK lesz? Még titok, még titok, még titok. Német a név, többit csak kitaláljátok. És elvileg benyomtam az árnyékokat, remélem lehet látni. Oké, okay, szegény Rory, yes, yes, yes. Hello, Kritya. Hát igen, német név, izé, drog valami kell. Várjál. A nevem Ádi, végül egy harapásnyi, alma miatt jár ki, nekem a lakhatási. Nézd, hogy lángol a pázsit, bekap a nap, hogyha ásít, nincsen bekap mentésem, nincsen... Remélem van a Strónak TS-e. Hívok valakit, nem beszéltem vele soha a büdös életbe, de hívom streamre, merész vagyok. Remélem Astróka rendes. Nem jövök, voice. Azért azt mondtad, hogy jöztem majom. Ott írtad, hogy jó jövök. Akkor nem tudom, valakit. Szevasz Fede. Hello Ellen. 13 éves, nem tudom. Jó span, hát csak nem jön voice. Fosik, fosik. Astróka. Nem tudom, valakit kéne hívja. Kit ismerek még? Írtam Erwin Bontnak még. Őt se ismerem. Nem ismerek senkit igazából. Ez a helyzet, hogy nem ismerek senkit igazából. De hívtam egy pár embert voice-ra. Dick kopog az alfában, motor?
Ez tényleg olyan, mint a valódi. Mi folyik itt, édes Istenem? Most nem tudom, hogy újítsak iratokat? Hát újítok iratokat, mint bánom én, hogyha lecsuknak, lecsuknak, úgyis csak 2 hétig leszek most itt illegálos. Utána térünk vissza a rendvédelembe. Addigra is legalább azért... Úgy vagyok vele, hogyha lecsuknak, lecsuknak. Ha normális keretek közt kapnak el, akkor nem problémázok. Ezt jegyezzétek meg, mert hogyha nem így van, akkor majd nyereményjátékokat csinálok. Próbálok nem felbaszódni. Szóval nem olyan helyzetben, hogy dara van és hátba sokkolnak, mert akkor fölbaszódok, de hogyha normális keretek közt el leszek kapva, akkor semmi gond nincs azzal. Marco Vogler? Láttam valam. Te vagy az? Vagy ki az a Marco Vogler? Láttam, hogy frak is. Mert majd az MGMGMG? Ja. De miért állsz vissza a PD-ben? Amúgy... F-Boti, nagyon szépen köszönöm a 3. hónapot. Várom a csapatot a hangárban. 3 hónap, öcsipók. Lehet még jogosítványt újítani, vagy hogy működik most? Vezetői engedély. Opa. Szóval ez így működik. Nagyon szépen köszönöm, Botti, a 3. hónapot, és a alsó vonal Gele, nagyon szépen köszönöm neked a 2. hónapot. 3 hónap, öcsipók, yes. Csináljunk szemét is. Hello mindenkinek, ez mi történt, Attila? Sajnálom, öreg. Lesz egy kis akció most így estére. Lesz egy kis akció így most estére. Még nem mondhatom el, hogy mi, majd meglátjátok. Megint elkaphatlak. Gyerünk, kis Pali. Visszanéztem egyik nap az izit, a jelentésedet 2020-ból. Na jó, ott kezdődik a dolog, hogy kéne pp-zzek is. Erre vegyünk egy motorjavítót. Mi kell ahhoz vajon, hogy izét nyissak? Ládákat, szigeti ládákat. Nincs semmi kábítószerem kb. Amúgy fun fact. Aj, hol van motor kis szerviz. Hozom a smoke-ot. Claybrooks-ot hagyjátok a kapitányságon, légy szíves. Ő az egyetlen rendőr, akitől félek. Nincs szolgálati fegyvered? Nincs. Homályos a videó, direkt gyere át, Mónika, elrendes. Twitchre is nem lesz annyira homályos. 2 hétből 2-t leszel jailben? Try me, bro, try me. Szerintem vinnem kell már most fegyvert oda, nem? Melyik ládában van a drog? Fegyveralkatrész, lőszeralkatrész, vagy mi az lőszer? Maradjak illegálisként? Nos. Szerintem Tech 9 lesz most a fegyverem. Melyik megy bele? 150 töltény. Legyen 250 töltény. De rá lesz a legjobb. Gyerekek. Azért ez. Na, vettem egy kevlárt is. Lesz az is. Azt a tölét már vissza nem rakod a szépbe? Hát vissza nem, rakok majd másba. Szevasz Roland, ez V3-as szép. Gyerekek, hihetetlen, itt vittük már 240-en, üdv mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy ennyien itt vagytok, sárga-fehér drog. Fehér drog hozzávaló. Aj, melyik kocsimba van nekem a sárga? Nem emlékszik valaki? Az a baj, menni kéne a hangárba is lassan. Kifjúcsamodott a bokád, neked is? Tegnap haveromnak is. Ez meg volt a lepődő, miért nem kell hozzáengedni. A póniba. Nem abba volt. Bassza meg. Ohoho!
Na jó, mi kell ehhez, hogy kinyissak egy ilyet? Flex? Kell vegyek flexet? Miért ignorálsz? Nem ignorálnak, tesó, csak nagyon pörög a chat. Semmi, asztal. Na zsír. Mielőtt elmennék a hangárba, kinyitom ezeket. Legyen kábítószerem az akcióra. Kell jogosultság az FK-tól? Az elvileg van. Csak gondoltam, hogy kell valami flexus meg ilyenek. Na jó. Van a frakciónak is ehhez egy garázsa, de azt most nem lőném le, inkább elmegyek egy másikhoz. Amennyiben lehet, próbálom úgy csinálni a dolgokat, hogy ne full MG legyen. Mondjuk úgy is tudtok nagyjából a dolgokról, de jó. Nagyon tűz ez a zenegec. Hamarosan érkezem. Örülök, hogy most kicsit normálisabban rádiózok, mert feljöttem most egy pár órával ezelőtt, és kicsit elkezdtem aggódni. Stoppon át, ne menj most. Nem fosok én Clay Brooks-tól. Köszönöm szépen a Sabot Storm. Harmadik hónap nálad is. Köszönöm. Ez nem repzene. Hali-hali. Köszi. Na, elengedtek, köszi. Ádám Security előtted, komolyan. Na várjál, ebbe van egy ilyen cucc. Csak nem tudom, hogy hogyan működik amúgy. Szóval itt van a láda nálam, vegyük ki a fegyoszt. Biztos, ami biztos. Most tudom, ez hogy működik most, akkor egy darab kábítószert kapok belőle, vagy hogy? Wow. Mi a fene? Nagyon fura a rendszer ehhez. Nem hangos egy kicsit chat? Nyomhatod gyorsabban is? Oké. Na és akkor most a nyilakkal lehet forgatni. Oké, ez komoly amúgy. Nagyon potétó vagy, bro, első alkalom, nem mondd már, hogy neked egyszerűen ment első alkalommal. Várj, ennyire gyorsan is lehet ezt nyomni? Na, menj már oda, ahova kell. Na és ki is nyitottam, lássuk mi lesz benne. De komoly. Wow. Jobb, mint a cségóláda nyitás? Jog, tesó, jog. Ez rengeteg kábító. Hát ez elég egy akcióra, nem? Chat. Ez elég egy akcióra. Nyissuk a kövit. Oké. Na, ezt miért nem akarja bevenni?
Cső, mert én hogy átjött és sötétbe, kell ez is, ebben már nincs annyi cucc, nem? Na még ezt is gyorsan kinyitjuk, 46 perc, sietünk. Hol hagytam még ki? Aha, jó. Jaj, csak 15 percem megy, bocs. Nem nyitom most ki az összes ládát, csak kábítószerre van szükségem, mert akciózni fogunk. Jó. Oké. Jó, ennyi most elég a nyitogatásból. Most el kell mennem a garázshoz, lássuk létszén közben írt valaki valami. Már jönni fog valaki DC-re. Mégpedig Ervin pont. Végre egy ember, akinek van fasza. Közben gyorsan bemegyek a hangárba. Hogy csak két hétig nyomod az illegált? Hát most annyit szerezhettem. Szevasz, Supoxi! Nem hagyta ott, csak átment kicsit. Igen, ez most egy ilyen pillanatnyi állapot, nem lesz örökös. Mi lesz a mai terv? Remélem megy a stream, mert hogy elkezdett tölteni a chatem. Minden rendben, srácok? Minden rendben? Most már csak meg kell találnom azt a helyet, ahova mennem kell, de pillanat sikerülni fog. Egy fáradt lift, két emelet között. Ki tudja meddig? A torkomboreket hangok visszhangoznak a rádásokkel. Újra töltött a chat, de a kép ment tovább, akkor nálatok is újra töltött, oké. Lehet, hogy ez valami izé probléma volt. Damn, son! Meg komoly banyomják a fiúk. Én vettem egy ilyen csóró borsót itt mellényt, remélem jó lesz. Gyorsan pakoljuk fel. Miért áll rajtam ilyen retardáltul ez a mellény? Szevasztok. Ezek az emberek minden fegyverrel jönnek, beszarás. Szép drake. Várjál, húzzuk be itt az emberem. Haló? Haló? Cső. Szia, Ervin. Hát itt jó a hangod tényleg. De van csúszva ez a mellény. Nagyon gáz? Micsoda? Nagyon gáz a mellényem. Hát várnéd kicsit kisebbre is.
Hát more, mi vagyok én. Nézzük, mit tudunk csinálni. Majd itt lehozott az akciókat. Megadsz, hogy én nem tudok semmit. Mármint, hogy én nagyon béna vagyok. Azt sem tudom, hogy működik az aranyból. Nem is kell hozzá. Nem tudom kisebbre venni öreket, bár buggol bennem. Én még csak most megyek oda. Na, te még itt se vagy. Késem. Na ja. Hát úgyis 20-ig még van időm. Oké. Okay. A zene címet dobsz, miért nem kérdezted? Ja, hogy is kérdezted, akkor tessék. Nyitni kék. Gistől. Hello Milán, olvasunk egy kis chatet is. Hello, hello. Ez nem LVSV4, az a pali, akinek van egy eléggé pacek átmenet a karakter. Karaktere hajába, az nem a Team Matters? Nem tudom, hogy hívják a Team Matters-es srácokat. Fogalmam sincs. 4-3 Tesco rádió. Merünk ma aranybank lesz, ATM lesz, meglátjátok mindjárt. Ervin öcskösen mit keres a streamben? Megcsal? Slippery írja. Véleményed? Szopja ki. Szopja ki. Slippery szop ki, azt mondja. Előbb mondtad el, nem mondtam el, hogy mi lesz. Drogot hoztál magaddal, nem? Hát most nyitottam, nem tudom, hogy ennyi elég? 9 parazeldum por, 9 ecstasy. Ó, abból még pakoljál is le. Igen. Ez nagyon sok. Nem tudok hova lepakolni. Nem tudom, mennyit tart egy cucc, ugyan. Hali, hali, egy olyan izé. Aztán hogy szokott működni? Na mindegy, ezt még nem kérdezem. Csak egy drog folytában hoz, majd lepakolom. Melyik a legjobb drog? Van ilyen? De kit vigyek? Parazeldumot, hogy mit vigyek? Parazeldum az nagyon jó. Az gyorsan felviszi, meg szinte semmi hatása nincs. A gomba a legrosszabb, mert az nagyon émelyeg a képernyőm közben elnyomod. Ezt állítsuk le, nem ám, hogy üzemanyag nélkül maradunk. És 250 töltétek be, le van húzva, nem kettőt fogok. De ha elolvasod, akkor ugyanúgy egyet kapsz, csak igazából annyi, hogy el tudod rejteni. Ja. De ahhoz is kell jog, ugye F3-ba, de szerintem neked pont megvan. De erre most még magasabb rangba vagy, mint én. Ja. Ó, de komoly, de akkor erre most kell RP, vagy hogy megy az a szerveren? Nem kell. Jó. Csak elrejted, ez csomi ott van. Oké, laza. Örülök, hogy elhanyagolták ezt a bindet a fegyverekre, mert halálni. Mi a zenet címe? Csitnikék. Kötszert vigyél? Kajak, kell kötszer. Gyerekek, ha megpusztulok, megpusztulok. Ha megpusztulok, megpusztulok. Ennyi. Igazából. Vagány ez az R46-ot, mindegy, adjuk is. Gecire izgulok benne, te nem szoktál izgulni, Ervin? Nem. Jó, de már túl vagy egy pár darán. Hát már jó, pár anya. Most atrakos lenne a fegyvered, mit mondana? Hát... KD lenne a szerverem, már kiakadt volna. Repro Recline, majd visszajön. Lopjátok be a nevem, annyi kell. Ben Ervint így is azt hiszem belopta valaki annó, vagy nem? Nem is tudom. Szevasz Russo. Van valakin PP-s mellény? Mi
Ez a Noki Commando, ügyelj magadra, jó? Russo, ügyelj magadra. Ben Ervinnel a haverod játszott, aztán Jailesig meg talán bant is kapott. Az Maruti Ervin volt. Annak Maruti Ervin volt az IG neve. Adták neki az IC donéteket az emberek. Mi ez a sok Econ Online? Nos. Kaját nem vásároltam, viszont és szerintem kellene, nem? Hello Noel. Ki fogjuk pakolni az aranybankot, azt ilyenkor mi a teendő? Ide értél amúgy? Aha, itt állok, melletted balra. K-Pills. Aha. Jó. Mi a teendő ilyenkor, csak hallgatózunk, vagy? Hát ilyenkor leginkább csak figyelsz arra, amit mondanak. Oké. Okay. De amúgy nem lesz másról ez, csak hogy lesz olyan, hogy rá kell tartani az NPC-re ugye a fegyvert, hogy ne riasszon be. Így ki tudjuk pakolni úgy is elintézzük. Elvileg, ja. Nem tudom, sok aranybanka nem voltam. Kevés lesz a 250 töltény. PD dutiba 125-tel szoktam menni, azt hiszem, hagyjad már. Lángvágóból elég egy is. Itt van ilyen item? Vagy csak RP? Már nyomni kell a kábítót? Dehogy. Jó. Azt majd akciókor. Nagyon izgi. Majd jössz velem embert rabolni? Lightosabb programként. Ah, lehet húszó. Ah. Mert amúgy engem beledobtatok itt a mély vízbe most. Én nem erre számítottam, hogy ma ez lesz, de... úgy voltam vele, hogy ha már van, akkor streameljem le. Majd újra felavatod a leghosszabb üldözésed. Na, nem hiszem, hogy V4-be sikerülni fog. Kíváncsi vagyok amúgy arra is, hogy milyen menekülni V4-en belül. Jó, amúgy. Uh-huh. Annyi, hogy Airride az nagyon sokat segít az autókon. De igen, az enyémben van Airride, és úgy van beállítva, hogy az eleje fentebb van. Ilyen... annyi, hogy inkább gyorsulásra kéne esküszöm, mert olyan fele-fele ja, arányban van. Aztán városban elég egy gyatra, ha lelassulsz. Uh-huh. Lesz majd ember rob videó. Videó sok mindenről fog most készülni. Úgyhogy jó. Még streambe legyen ember rob? Hát lesz streambe is, lesz streamen kívül is majd. Majd látni fogjátok, mert az a tervem, hogy előre csináljak tartalmat nektek. Mikor adtad le a PD-t? Most egy pár órája. BMS-es Packerben miért van Backfire és Turbo Backfire? Megy bele? Aztán. Mondd meg Mervin Ervinnek, üdvözöl Zolgó. Szia. Mindenki ismer téged? Hát, javarészt szoktak ismerni. És visszavesznek majd hadnagyra, aha. Megküldted a cuccokat, DC-nk is segítség. Jaj, de legenda vagy, Roland. Csípjen meg a... nem is mondom, hogy mi lett. Köszi szépen. Ez nagy segítség most. Bemegyünk és magunkra idéztük a bankot. Nem úgy volt, hogy csendbe? Ezek szerint nem. Oké, én benne vagyok. Szevasz, Sassi. Hello mindenki.
340 nézem, hogy beszarás, illegálozni kéne. Hello, nekem a Zora a kedvencem a teamből, az vagy te. Szívterem, ez egy liftet kell használni, a többiek fent maradnak, és ha kiérkezne behatoló egység, akkor kint tartjuk őket. Wow, ez vad! Ez vad! Erci, neked milyen a spoti összefoglalód? Meg tudom nyitni gépről? Nem tudom mi. Nem hiszem, hogy ez működik. Hol streamelsz még Twitch-en? A leírásba találsz hozzá egy linket. Szevasz, Bazsó. De jó színe van annak az alfának, Getsz. Hogy megyünk? Ahol a járat felvesz, ott tesz le. Ott másnap vitamin komplexál. És nem beszélgetünk már csak a podcastekben. Alkalmi kicsapongásból élesztente. Van itt valami autód? Aha. Dék, mafiósba. Azok, de izgulok, hihetetlen. Nem kell. De, tesó, tesó. Jó lesz, tesó. Melyek a dutyiba, bazd meg. De hogy mész? Nem, még most sem tudom, hogy bírják az emberek az akciókat. Van a redőny. Mi üldöznek? Mi történik ott? Az baj. Az meg! De hát nincs is rendőr. Csak le van húzva a redőny. Ha. Kis vagy ott, Kuno. De hogy mi ez? Most kéne nyisson a bank? Elvileg nyitva van. Hát... nincs. Hogy mondjam. Akkor lehet most fog nyitni, nem tudom. Lehet, hogy pont úgy számolták ki, hogy nyisson, nem? Lehetséges.
Az uraikat elkapták szerintem. Mi a fasz? Hát ez elképesztő. Nyitni fog Matters, oké. Okay. Motoros rajtunk, ez meg. Lőnek valahol. Menni kéne? Ja, banknál őket kapták el. De akkor itt ezek mások. De a mi alfásunk, látod, ott van a narancs alfa. Azok, mi az ember? Elsétudtunk aranybankhoz és mindenkit elkapnak? Na. Mi a fasz ez? Mi történt? Mi se érünk bankhoz. Itt is lőnek valahol. Nem merek bemenni. Menjek be. Bemegyek, fáj a faszom. Be van zárva. Hát ez hihetetlen. Hát ez gyors volt, hogy látom. Igen, igen. Igen. Elég süs, ahogy mozogsz, mert nyílt az is Rebekám. Ja. Az első bankerpén elég jól teljesítettél, hát most nem voltam itt tenni. Hello chat, valaki tudja, miként tudok illegál kapcsolatokat képíteni civilként? Én általában minden topik ad róla egy bemutatót a fórumon. Gyertek be. Hát. Én azt sem, amit te mondasz, Szervin, jó? Én nem tudom. Jó. Mondjuk én sem tudok semmit. Ervin bomba, nem, ne hallgass rá. Hát szerintem jobb ő, mint én. Ezek tele van rendőrökkel. Narancs. Puszi narancs. Az baj, ránk is
Még nem mondanak egy tervet, addig... Addig nem csinálom semmit. Egyáltalán, hogy üldözök le, basszál. Az is felünk van. Érdekes, nagyon szépen köszönöm, Narancsom, a 9. hónapot üdvözöllek a streamben. Elkaplak ma kicsi, azt csak hiszette a pálya. Mizu, itt lepihenünk, Erci? Hát azt mondtátok, hogy menjünk arrébb. Gyertek, de most be kéne menjünk? Itt a bank. Milyen fasz. Itt nagyon sok rendőr van. Igen. Ja, tényleg, mert... Ezek már lőnek is ott, mi legyen? De... Úristen, nem tudom, bazd meg, befutunk. Honnan hát? De itt is van heli, de itt is van heli, nem lesz jó. Gyerünk el a faszomba szerintem. Nem tudom bemenni. Milyen a PS viszont nem mi hozzuk. Nem? Tényleg, bazd meg. Gyerünk el innen, geci. Oké, okay, eltiprizek. Kurva jó timing. Geci, bazd meg így valamit elbaszni. Mi pakoljuk? Mi? Menjünk be akkor, bazd meg, én hiszek nekik, nem? Na de ott volt kint egy PS is, azt meg nem vittük. Ne foglalkozz vele, menjünk be. Csak nem tudom, hogy kinek kell majd tudunk menni, mi már csipával ki leszünk onnan animba lőve. Elhiszed? Sőt, be se tudunk menni, már le van terület, aha. Az a baj, hogy rendőrök is ellenségek, és most itt egy másik szervezet is ellenség. Hát... Nem tudnak bejönni? Hát mondja, az jó lenne, hogy nem tudnának bejönni, csak én nem tudom, hogy most okos dolog lenne rájuk lőni. Jó, hogy hamarabb ideértünk. Maradjon még valaki fent. Hát figyelj, kicsit csillapodjon a helyzet, és akkor megközelítjük mi is, jó? Jó. Mert most az az egész, hogy most fett például nagyon para még. Hát igen, biztos itt van az egész. Ott itt tekes is most. Tass hozzá a teleportált. Szerintem hozta azt, aki kifagyott, nem? Lehet. Aha. Nem lehet neki sznájpolgatni, TD-sek is jönnek mesterlövészekkel. Nem olyan egyszerű, nem olyan egyszerű. Aranyban kerpés top, nos. Ha, alá is toppolták. Nos. Sokáig futott. De lássuk, mi történik. Hol van az admin? Bent lenne? Ha. Velünk van a baj? Nem hiszem, nem csináltunk semmit se. A többiek csak befutottak úgyis. Igen, igen. Vagy csak bugos a nyitó dolog. Áj, bazd meg. Szevasz, szevasz, jó neved YouTube-on. GG mi már bent. Nem baj, egy kicsit csillapodik a helyzet, mi úgyis bemegyünk. Csak most per pillanat, hogy itt van, itt vannak ők is. Akik nem kéne itt legyenek. Úgyhogy majd valahogy megoldjuk itt a dolgokat. Valamit kúkolunk. Nem mondhatom el tról. Meghaltam, vélemény. -1.
Jó, de hogyha kilőnek, akkor meg nem megyek be. Itt tartják. Úgyhogy nem tudok bemenni, Astróka. Értem, hogy te Rambó vagy, de próbálok valahogy úgy intézkedni, hogy maradjak életbe. Hello, Genius. Hát de most nem. Lőjétek le ti őket, te só. Ha kijött speedy, akkor eltávolodok. Nehogy izé legyen. RP folyt. Ashuke és Kraus nagy lövők, neked csak futni kell, aha. Ilyen részleteket nem tudtam. Hadd meg a PP bizont és rás. Annyira jók vagytok, srácok. Zseniális. Megoldjátok nagyon hamar a problémánkat. Mervin jobb, mint Ervin, köszönöm. Az igen. Menjünk már! Lehet pokót adnak el? Mi a faszom az a pokó? Jó, ne vegyem. Felszívok én is így egy kis, ezért, egy kis parazeldomot. Nézzük már, hogy milyen. Mindig ezt most tudom nyomogatni? De hol a Rampage bár? Ezt ki kell rakjam? Nem látod azt a hosszú csíkot? Ja, bal oldalra raktam, de... És akkor most el kéne kezdjen töltődni? Aha, azt hiszem, hogy fél másodpercenként, vagy valahogy így tudod szívni, nem? Fél percenként, vagy egy percenként, mit tudom. De sokat felviszom úgy, meg jó is. Kíváncsi vagyok. Továbbfejlesztett elf, oké. Kérlek, várj még körülbelül fél percet, jó van akkor? Ohohoho. Elkezdett töltődni. Gyorsan megy fel, nem? Hát nem tudom, ez gyorsnak számít. Nem tudom, de ahol leszívjál többet. Jaj, azt mondom. Van még. Ki tudja, mikor lesz elindítva. És ilyenkor már van olyan plusz armorom is, meg ilyenek? Vagy az csak akkor, hogyha feltöltődik fullra? Hát alapjáraton kapsz hozzá. Mivel az olyan, mint egy harmadik mellény. Értem, csak amikor már nekem csak egy hangyafaszni van feltöltődve, akkor már van hatása? Van, de úgy nem ér semmit se.
Meg az a jó ugye, hogy a közben nem tudják eltörni a kezed, lábad, semmit. Ja. Elkezdett elcsúszni a hadom. Eddig ennyit veszek észre. Meg kicsit homályos az OC csetem. Hamarosan RP folyt. Dick, rá csak is tudják adni pontos izét. Vince, köszi a 12. hónapot. Sziasztok! Szia! Mizu Vince. Anyád, most kezd ilyen fisáj lenni az egész, vagy csak képzelődöm? Mondtam, valami nagyon... Azt a picsa! Ez a ruhács kábító! Te vagy a pókember? Na, nézzek, nem köszön a ró. Szevasz, Bones! Bevallottad, jó van, tesó, mutatott el a filmdezéktől. Ezután program? Hello Dante. Hello Dekaszás. De hogyha rád hallgat mindenki, például Ervin, akkor most nem megyünk be bankba és nem lesz lekempelve. Látod? Ez jó, aranybank hol tartani fog az aranybank, mert hogy mi bent vagyunk. Oké, okay, hogy mi négyen kint maradtunk a kocsival, de többiek bent vannak bankba. Már le van kempelve. Úgyhogy eddig jók vagyunk. Azt hiszem. Menjek egyet húgyozni, amíg tart az RP stop. Van időd. Ne kapjon el aztán izékon. Mikor nem kéne. Ereszd ki most a sárgát. Megyek, megmunkálom. Pacsart ki. Csak hol álljak meg addig. Jó leszek itt. Szevasz, Petya. Bones, szépen dumáljál. Nem voltam mint a diák, nem.
Ragadtam, mint a diákon, visszacsinálni akart, mit be akar kapni, amivel szimpatizálok, görbül a bot, jön a kapás, halás, sapkák, szakák, én nem leszek olyan, mint apá, bámulni a lét kirakatát, mert mi marad az, ami marad az, mert ami marad, ami marad. Ja, most várják, hogy kapják vissza az ezeket a, be kell tölteni a visszaadott cuccoknak, és... Uh-huh. És fúrat teszik, aha. Uh-huh. Nem, már visszakaptuk. Oké. Okay. De még nem volt RP folyt, nem. Yeah. Hát figyelj, Martin, a zenéket hallgasztó, ritkán vagyok itt. Aztán ez igen durva. Hallgatom, persze. Már hát az RP. Mindenki jön benyitva van, azt a... Valahol lőnek. Ne, lőnek rám! Ki lőttek? Még nem. Meg leszel, Arci. Kilőttek az ajtóba. Meghaltál? Igen. Bazd meg. Ugyanúgy kaptam a fejest. Mi a faszomról beszéltek? Ez a rampage, ez nem ér lószart se. Hát egy sniperrel lőttek, akkor biztos nem. Ne basszál már, ember! Van pénzem respawn kártyára, geci. Tele vagy úgyis. Ezt most milyen faszomat csinálok? Fegyver sem volt nálad, milyen jogon lőttek, látom, mert lényt látván, I guess. Nem tudom, hogy ilyenkor mi a teendő. Felszedettem magam, menj felszedem magam, aztán kigeteltettem magam a picsájom. Parkolás helyett inkább be kellett volna. Fuss, gondoltam leparkolom, hogy nehogy ne foglalják le, mert nem gondoltam volna, hogy már így körbe van véve a bank. Mellé miatt sosem lehetett a rendvédelmet, nem tudom, adminok előbb itt voltak, majd ők szólnak. Én se lőök egy emberre, csak azért, hogy mellém van rajta, de nem tudom. Mi az zenet címe fölöttem, megtalálod. Hát Karcsi, még hívhatsz játszani, mert én bármikor írok, te nem válaszolsz. Nektek, veletek mi a helyzet, Ervin? Én nem vagyok a széfes teremben. De jó neked. Dobjak be egy kártyát, próbáljam felszedetni magam, hátra tudok maradni az RP-be? Szerinted, Ervin? Nem tudom, szerintem ez már fölösleges. Úgyis sok darra lesz a jége. Hmm.
Mert hogy van a szabályzatban egy olyan. Rendőr csak is felszólítás után lőhet, kivéve a célpont már előbb tette azt, fegyvertelenül lőni szigorúan tilos. Csak nem tudom, hogy ilyen körülmények közt foglalkoznak is velem. Felkérti ez setup Noel szerintem, és ott megtalálod. Bedobok egy kártyát, azt max felszednek, vagy max nem. Most nem tudom én. Közben így illegális szemből nem tudom, hogy pontosan hogy szoktok eljárni az adminok. Bedobom a kártyát, aztán hát ha valaki elfogadja. Már mennyi PP-d van? PP-zek, nem arról van szó, meg van respawn kártyám, csak hogyha folytathatom, akkor folytatnám. Ezek beszarok, hogy pont kerekperec a bejáratba lőttek ki. Tehát ezen beszarok. Nem tudom, rátok nem lőttek, amíg szaladtatok be? De csak kacskaringóztam és alig tudott eltalálni sniperrel. Egyet belém lőtt, de az is levitte a tájba a izém rampást. Az a baj, hogy igen, ott voltam az izénél. Az ajtónál. Nincs semmi köze annak az egészhez, jó? Várj egy kicsit. Kacskaringózott, chicken run-olt egyet. Lehetett egy befenyített civil is. Én most a szabályzatból indulok ki szűken, nem mondom, nem értek a dolgok, az mindenki ilyenkor mindig más mond, úgyhogy válasz én egy admin, hogyha nem lehet, akkor meg megyek ládákat nyitogatni, míg itt a srácok el vannak. Csak az a baj, nem fogadja senki. De már akkor lőttek rád, amikor még csak a kocsitban ültél? Hát jól, lőttek. Te is, Bonas, te is. Köszönöm, hogy így a rádió. Szevasz, Rudim. Minden rendben, Rudi, minden rendben. Nem hiszem, hogy szerintem volt az a mozulatuk. Nem tudom. Mondom, nem a cseten keresek erre választ, egy admin válaszoljon erre, mert én kiindulok most a szabályzatból.
Ez lényegében, hogy ott keresem a választ. Én csak annyit akarok, hogy most akkor lehet ezt folytatni, vagy akkor szedjem magam és getertessem el magam. Megérkezett a fizetésed, yes, yes. Mire visszaír újra életsz, az a legjobb rész az egészben, igen. Hosszú hétvége. Mi hosszú hétvégétek van most? Na hát ezt nem fogják elfogadni. Szedem magam azt. Csak ki akarom magam getertetni, vagy egyszerűbb lesz? Ja, hogy kidobott. Elmegyek ládákat nyitogatni. Az lesz nekem a legjobb. Esküszöm. Aszró lehet. Lehet, hogy érted, megyek majd kórház. Na, basszál meg! Hihetetlen, esküszöm. De akkor nyitogatom a ládákat. Ki kéne nyitni a pirosokat. Már van pirosod? Hogyne, mindenből van ládám, tesó. Az fegyveres? Igen. 250 ládám van összesen. Azt a... Hát abból lesz illegálod bőven. Hát most két hét alatt ki szeretném nyitni. Az egy fegyver dob, vagy hogy működik ez? Kettőt szokod. Pirosoknál figyelj, legyen hely. Hány kiló kell? Ennyi hely szerintem 10 kiló elég lesz, nem? Nem tudom, hogyha a ládát olyankor beveszi egyből, vagy azt elengedi. Minimum 12, azt a picsa. Jó. Mennyit ér egy láda amúgy? Nem tudom. Hello, kapták egy halált, hello, grat. Szép munka. Kövére hízott lomtár, az akarat kerekre tompul. Esküszöm, nem vagyok kontár, csak lassan szárad a kontúr. Nem marad rajtam a rontás, csak éppen ma esett pont. Ez most elég nagy nyitogatás lesz így.
Á, küldtek engem is, bazd meg. Na, szép fasz. Ja, Julie az az enyém. Né, lementek már szép terembe, vagy fent voltál? Fent voltunk. A lent kifolyszott közösszet szépet, aztán felrohantunk segíteni a többieknek. Kilőttem vagy négyet, de aztán meghaltam. Nem volt már rampázsom. Az volt a baj, hogy te már az elején meghaltál. Igen. És egy admin lőtt ki fanfekt. Igen? Mhm. Á, nagyon sokan voltak. Na. Hát megyek én másik garázsba, a tesz olyan abban. És faszom, költsek el 4000 forintot egy virtuális asztalra, amit használok két hétig. Kinyitom izénél. Szikszónál. Nem ezt mondtam, hogy szaraszi, ezt te mondtad, öreg. Azt mondtam, hogy vannak dolgok, amiket mondjuk megéri megvenni, és vannak dolgok, amiket mondjuk nem éri meg megvenni. Aj, Totó, szevasz, menjél már. De maradtál, hát most illegálozgatok egy kicsit nyíl. Izgalmasabbnak tartom, kivéve amikor kilőnek bank ajtajában. Csak hát amúgy azt se akarom elhinni, hogy RP-start után ennyire be voltak állva poziba a mesterlövészek. Mert hogy azelőtt meg még kempelték, RP-stopkor ott voltak a PSS-ek a bank előtt. És őket pedig nem lőtte senki, meg nem történt semmi. Majd belejövök, hát remélem belejövök. De nagyon-nagyon fasza. Mennyit? Hogy mennyit? A lakzatba, fiúk, az az álljátok fel a lakzatba. Meg eleve a környéken járőrözött az egész PD, az egy dolog. Az meg egy másik dolog, hogy azelőtt meg ott volt a másik brigád. Erre vegyek ki akkor egy ládát. Nagyon kíváncsi vagyok erre a piros ládára. Megértsétek, srácok, kb. Ez a legdrágább láda most, amit kb. Lehet szerezni, szigeti láda. Leraktad a cuccokat, mert... Azok nehezek, fegyük nehezek itt. Remélem elférnek ezek. 48%-os alkán maradtál volna attól, vagy... Oké. Nem tudom, M4-et lehet vajon ebből szerezni, vagy valami drágábbat? Lehet csipát is. Kajak. Aha. Egy olyan jó jönne. Mi a faszomnak rakod ezt pinbe?
Nem tudom, valaki kirakta. Ha, jó. Ez mi a faszom? M4-es! Geci! És mellette az igen. Az? De az M4-es 32%-os. Ad ilyen szar százalékosokat is, és ez mi ez? M14? Ez valami kacsa vadász? Vadászpuska, aha. Az M4-nek örülök, csak szar a százalék. M4-hez drága lőszer, van lőszerem mindenhez. Na lássuk, ez az utolsó fegyverláda. AK. Anyádat! Anyádat! Mit nyitottál? Dragunov! Gyong! Hány százalékos? Jó. 70, nem 69, 69 százalékos! Jihá! Dance 14! Mi van öcskösök? Imádom ezt az illegális életet. Ez ebből áll? Nyitom itt a Dragunovokat? ez gecire jó. Ez nagyon jó. Az egy miska. Ez egy miska? Gyerekek, aha. Megcsináltam. Csak most el kell jussak a garázsomhoz. Szerintem a mellény az kicsit feltűnőbb, le is veszem. Cicim. Szerintem az nem segít a helyzeten. Jobb mint a csém, úgy esküszöm adom ezt a nyitogatást. Ilyen meglepi, hogy mi jön, imádom. Na úgy rég szóltak már ezek az izék, ezek a zenék. Kötszer van, de látom a többiek még nyomják. Hát nem tudom, a piroson, bazd meg. Veszel a ládát? Van 200 plusz ládám, hova vegyek még ládákat, srácok? Most amíg itt menni fog a kövi akció, szerintem nyomom a láda nyitogatás, mert más nem tudok mit csinálni. Max, hogyha újra éred Ervin, és ráveszem vizére emberrablásra, akkor elmények embereket rabolni. Én benne vagyok. Jó. Vegyem feljebb a zene hangerejét, úgy kérek ne írkáljátok teljesen. Happy. Ne írkálj teljesen, happy. Úgy is lelőttek volna, hiába. Nem engedtek volna bemenni, semmiképp. Vidd el az összes ládádat, nagyon nagy súlya van egy pár ládának, így nem tudom elvinni az összeset. Elótot tesz. Fegyver alkatrész, drog hozzávalók. Lőszereket is kéne nyitogatni. Hát Kuci King több oknál fogva is. Kicsi, nekem van 3 darab respawn kártyám.
Hello Kulmikum. Dik az X. Azt hiszem most életemben először vagyok X-ben, na mindegy is. Hagyjuk. Tesszol nem elmenekül majd, aki jössz. Ne adjál semmit öreg. Hagyjál. Tele vagyok. Moziban a Triple X Elvis. Miért ment ennyire tönkre MC Isti? Valaki nem tudja, csak nagyon-nagyon idegbetegnek tűnik. Mindig is ilyen volt. Nem kapott pénzt. Pakoljak ládát? De kiveszem minden is a ládákat. Csináltam egy fullos nyitogatós. Hát csinálok majd egyébként 250 ládát kinyitni, elég nagy meló. Úgyhogy nyitogatok most is. Főleg, hogy most szétadom. Nagyon jó kis elfoglaltság ez. Inkább jobb szerintem, hogyha most behoztam, hogy most nyitok párat, és aztán majd máskor még párat. Hogy ne legyen fura unalmas, csak hát most beszoptam az aranybankkal a faszt. Hát akkor így kell elmenjünk. Nem lenne túl egyszerű, hogyha itt nyitogatnám ki a ládákat. Csoki tojás. Kösz. Megint adja a kártyákat. Miért van ennyi karosszéria kártyád, amúgy legfeleslegesen fix kártya. Köszi. Köszi csoki tojásokat és köszi. Elég lesz, jó? Elég. Jézus, nem tudtuk, köszi. Épp munkából nézel, jó munkát tesó. Jogos, így elkaphat a PD, legalább lesz darál. Hát engem így ne pont nem darálnak, mert nincs fegyver, amit elővegyek, mert az a csomiba maradt. De évezem amúgy, hogy egy ilyen láda a V3-ba 1 kiló volt, hogy mennyi, most meg faszom, van láda, ami 12 kiló. Elég komoly. Jó, de az Econoline-nal nem tudok elmenekülni, ha probléma van, ezért megyek az alfával. Inkább több kör, de biztosabb kör. Mert azért ez... Kapta a Honda. Ez még legalább egy versenyképesebb Verda. Mennyi rabolni? Hát, majd mindjárt megyünk, csak oda is kell egy elő-RP, oda is kell egy terv. Oda is kell majd egy Ervin, aki ugra éled. Milyen az illegál? Eddig kurvára adom. Kilőttek a bank bejáratánál. Nem baj, valahol el kell kezdeni a... Bizony. Mennyire van elnyomva az illegál? Hát engem elnyomtak, a többieket annyira nem.
Európai Popnak Spotify-ja van. Kevin, nagyon szépen köszönöm. Jéj, nagyon szépen köszönöm, Kevin, az ötödik hónapot. Üdv itt. Ez milyen is? Ja, ez a fegyver alkatrészes. És kérdés az, hogy venni. Lesz ezeknek hely. Oké. Drog hozzávalók, nyissunk egy ilyet is, mert ilyet még nem nyitottam. Nem vagyok, mint egy rossz gyerekes, köszönöm. Hát, hogyha nem V4-eztél, akkor lehet egy csóró vagy, igen. Adrián, neked is nagyon szépen köszönöm a szabot. Köszönöm szépen mindenkinek, köszi a Prime-ot, jót mentünk, nagyon jót mentünk, igen. Dék. Adott egy izét is. Egy tampont. Lőszerláda, na erre is kíváncsi vagyok, mert amúgy ebből is nagyon sok van nekem. Mi ez a garázs? Hát garázs, amiben van asztal. Majd a garimba is nyitottan gondolom, közelebb is van hozzá, talán mint a XXOE. Azt a kurva, és ez... Szászet, hagyjad már így, osztja a töltényt! Azt a kurva! És ez nagyon komoly. Van egy csomagtartónyi, ilyen kék ládám. Azta! Nyissunk ki még egy ilyet, nyissunk ki még egy ilyet, ez nagyon beteg. Már Clay Brooks itt van a garázsban, egyen meg. Nagyon szépen köszönöm, Krisztián! És elindult a hype train, jól látom? Igen. Köszönöm szépen a 100-as cheertereg. Köszi a támogatást. Nagyon sokat jelent. Annyira nem durva, mint hiszem, tehát azért elég durva. Hogyha ennyit dobott, ez most kicsit kevesebbet dob. De akkor is dob sok töltényt. Itt jól lehet járni. Krisztián, nagyon szépen köszönöm megint a 100 bitet. Ember, mi történik, mi történik? Megőrültetek? Nagyon tetszik, én erre születtem. 338 9x19-es töltényem van már. Kevin pedig giftel egy szabot Krisztiánnak, és ki van csapva a level 1 a Hype Train-ben. Ez igen. Nagyon szépen köszönöm. Menekültél már, még nem volt rá alkalom. Ennyire gyorsan is lehet, most már kezdek belejönni így a flexelésbe. Itt kaptunk egy pengét is. Szia!
Szevasz, szevasz. Krisztián, köszönöm szépen megint a 100 bitet. Őrület. Őrület egyszerűen. Köszönöm szépen a rengeteg támogatást. Nem tudom, hova fogok rakni ennyi illegált, hanem itt innen nagyon sok illegál fog jönni. Ha nagyon gyorsan húzom, akkor megszakad. Annyi jót dob, hogy 5000 digöltelit dobtam ki a kukába, vagy hát te is már van 1500, az, hogy megint lánál komolyan. De miért? Nem kell senkinek, vagy nem tudod el hova eltenni? Lehet amúgy akkor igen, túl sok töltényem lesz, de mindegy, ravaszok. Nem érnek más lószart se a ravaszok. Nem gond, Laci. Nem tud kinek ezért elpasszolni. Dick. De nagyon élvezem, tényleg ez a láda flexelgetés, ez nekem nagyon bejön. Annyi, hogy a jó ládákat szeretném nyitni, és abból nincs túlságosan sok. Piros ládából elnyitottam 3-at, és szerintem még van egy olyan 6. Nincsen abból túlságosan sok, mert gecire ritka. Kéne kicsit rendezni. Bejön egy hétig? Hát én esküszöm, most per pill nagyon adom. Eddig nagyon bejön. Lenyúltad a tekket? Jaj, kicsit így. Elkértem egy akcióra, az nálam maradt, vagy 5-re. De nem sokára indul a kövi akció. Még egy óra. Kétom először az alkatrészeseket. Hát mondom, katalizátorra gyakorolsz. Nagyon megy már. Szinte fú, profi vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Csak pont lejárt szerintem a megpény, nem? Igen, lejárt pont. Köszönöm szépen a subgiftet, Petya. De sajnos nem mentetted meg. Köszi. Ez milyen playlist? Random magyar zenék szólnak. Nem playlist. Az én szabom is lejár holnap. Hát sajnálom. Kimondottan sajnálom.
Ez most nem adott sok mindent, de nem bánom amúgy. Alkatrészből az baj, kurva sokat akar adni, és nincs rá feltétlen szükségem. Arci? Igen? Gyakorold a ládanyítást, mert te fogod fúrni majd. Mit? Hát... az ATM-et. Engem akartok lesokkoltatni? Védtek akkor megvédjük majd. Megvédjük a picsád, nyugi. Azon mi kell, vegyek flexet? Szemkához, aha. Sose fúrtam. Meg kalapács, meg véső. Aha. De ha elbaszom, az a baj, hogy utálni fogtok. Dehogy. Én legalábbis nem. Vannak itt még pár a naprakiba. Megint kijött Petya. Szuba Peti kapott egy subgiftet. Nagyon szépen köszönöm Petya a támogatásod. Nincs szubaton, emlékeztek, nem? Lejárt. Nem utálnak, csak többet nem pizzák rád. Vésvé nem kell már. Azt írja a sztróka. Bízzak benne. Fegyóládát nyitsz még? Szerintem ma nem. Szerintem ma nem. Megpróbálok még venni esetleg, hát ha sikerül. Jó, legyen egy drog hozzávaló, kíváncsi vagyok ebből mit dob. Szerintem ebbe is sok minden lesz. Lehet lemaradtam már először, de milyen playlist, mert egy random zenék szólnak. Discord szerveremen, hogyha bent vagytok, ott le tudjátok követni szerintem, hogy milyen zenéket hallgatok éppen. Ha az aktív fülnél rám kattoltok, nem tudom én, valahogy meg lehet csinálni. Ha valamelyik tetszik, akkor nézzétek ki magatoknak, mert nem mindig veszem észre, hogy valaki kéri a zenecímet. Csak flex kell. Oké, lázadó. Lázadó is a németben van, nem? Aha. Pöröket az összes láda. Nem akarom ezzel, Petya! Elképesztő ez meg. Örület. Köszi Petya a nem tudom hányadik subgiftedet, ez a tizedik, kösz. Küld be donate-be és akkor menni fog, nem rakok kérésre zenéket. Ezért nem rakok kérdésre a zenéket, mert hogy akkor meg minden copyrightos szart beküldtök. Nem feltétlen szart, csak általában jó zenék nagyon copyrightosak. Nagyon is, és annyira copyrightosak, hogy leállítják a streamet. Egyetlen lehetőség erre az, hogy beküldjétek MediaShare-be, mert linkeket nem nyitogatok meg, és nem rakok kérdésre semmit. Sajnálom, de ezt máshogy nem tudom megoldani. Nos. Kurva jó ez a zene. Csóré Béla, na, másik. Még egy subgift jött, Krisztián, nagyon szépen köszönöm. Just99 kapott egy subgiftet. Na mit szólsz, Ervin? Szorítsunk be egy rablást. 50 perc alatt. Szerintem nem lenne rá idő. Nem. Szerintem kevés. Szóval mit csináljak szerinted? Hát nyitogass még, hogyha van. Hát én majd megkeresem az IC karakteredet és meggyőzlek erről IC. Jó.
Egy szex krúbival mehetne? Benne vagyok. Szevasz Lajos. Krisztián megint 100 bit. Ember! Megtaláltak a drogdílerek? Elképesztő. Na jó, vissza kell vinnem az illegált, csak most kérdés az, hogy hova pakolok le ennyi cuccot. Kell vegyek széfeket. Hagyítják, jó. Vágom, hogy az a címe, bazd meg. Ez lett volna a poén. Milyen jó belülről a Julia? Hát minden szögből szép egy Julia. Nincs rossz fele. Megzörgette Krisztián. Köszönöm szépen megint a 100 bitet, ember. Ember. Szerintem add el az összes autód. Ezt akkor mivel járkálok, tesó? Kell minimum 40 autó a szerverem. Az a célom, hogy legyen 365 autóm. Megint durran egy subgift. Elképesztő, hogy mondom. Nagyon szépen köszönöm Petya a subgiftet, amit Noelnek adtál. Hát amúgy esküszöm, azt kell majd csinálni, hogy feljöjjek délbe lesztreamelni egy aranybankot, mert ez most nekem számomra nagyon szar élmény volt. Ezek be se tudok menni bankba. Itt nagyon csalódott vagyok. Chat. Ritkábban járjak. Most van egy pár autóm, amúgy nagyon sok autóm. Itt van ez gyári, itt van ez gyári. Ezek miért TK-sak amúgy meg? Mindegy. Ezek nem voltak TK-sak. Érdekes, jó, mindegy. Az a cél, tökéletes halál. Hello Patrik Horvát. Mi a helyzet? Akkor F10 sorsolás, jól értem, aha. De nagyon tartok az autókhoz egyébként. Oké, van ritka autóm, ott a Romerom, de most akciózni Romeróval menjek. És egy pár autó meg lett csinálva szűken azért, hogy akciókon tudjam őket használni, és most akkor azokat használom. Kb. Így működik a történet. Minden faszal. Most hajrá van az éhekkel. Hát én pihenek. Februárban lesz az államvizsgám, aztán csumi a tanulásnak. Alig várom. Mi TK? Hát a Mustang TK, az X5 TK, és ezek patikák voltak, meg az RS6 is TK, és ez is patika volt. Ezek se füstöltek. Nem értem, mi történt ebbe a garázsba. Gyere, pakoljuk le. Zárva volt? Mindig zárom, mare. Nincs alkalom, hogy ne zárjam. Itt ez már tele van. Jó.
Igen, érdekes. Hát nem értem. Megkönnyezek a túl mentolos, ja. Sokan mondták nekem, mondjam felkolos. De hát a klikkem az X-Men és fixen. Sziszen a Pilsner, benn vagyunk a mixben. Ez így szent, tömném a csomat. Nem tömjén, de törvény, hogy szelőztes a Steve-ben. Na, mindjárt lepakolok. Nagyon nagy gáz lesz ennyi cuccot elrendezni. Nem tudom, mit fogok csinálni. De lepakoltam a töltényemet is, mi? A respawn kártyákat kivehetem, kiveszem ezeket is. Remélek megkeresni Ervint. De várj, hol a tech? Rendező szakkör, nem rendező én voltam, hanem vágó meg hangmérnök. Fegyver sártana, nem kell fegyver? Hogy is kilőnek. Áldás nekem itt ez az autópálya, amúgy imádom. Opa! Alfa Romeo Giulia handlingek. Kiköpködöd majd a lőszereket, kihent. Kihát. Mi ez a nagy csend most amúgy rádión? Még se találom itt Ervint. Itt vagyok kint. Nem ismerem itt még a járás, de akkor kereslek tovább. Megint nézene van repeat ennem. Ja. Hát átálltam, hogy most 10-re legyen FPS-em. Menekülésre.
már történt. Nem akartunk, de épp történt. Pont ott kellett a veszőke. Kitesszük egymás közé. Beltérben járat, ezt olvastam. Szevasz, Rudi. Elünk komoly RPG-ben van. Azt nem tudom, hogy mennyire hosszú kell legyen, de megintom újra a szabályzatot. Vagy nincs megszabva a rablás. Azért legyen már egy kevés benne, gondolom. Nem kell időben felkelnünk. Nyújtózkodva tépjük ketté, ami éppen megpendült. Olyan egyszerű lesz, olyan észszerűtlen. Nem is indultunk el, nem is érkezünk meg. Olyan egyszerű lesz, olyan észszerűtlen. Nem is indultunk el, nem is érkezünk, nem is érkezünk meg. Okosan csináljuk, lekicsinyítenik a bejelentős esélyt. Értek ez alatt. Veled nem vagyok próger, de fánkölcsán. Csak jöttem, hogy a végtelen nőrödet feltölt. Gyere nézzed az eget, szép lehet neked. Gyere nézd a sötétet, nem égnek a ledek. De éjjed meg lehet, lélegezz velem. Petya, nagyon szépen köszönöm megint a subgate-et. Felnyomtad ember a szabokat 160-ra. Köszönöm szépen. Destin gazdagodott is szabban. Nyárja, vegyem fel a mellényt. Jó. Csak lennék korrekt, Alterbater. Beszélgettünk még erről a kocsiban, mert nem akarom azért éppen annyiba hagyni, mert ez eddig elég cseke jól. Elvéd, amikor nyomtuk, akkor azért eléggé kihúztuk a dolgot, ha jól emlékszem. Egy páratlift, két emelet között, ki tudja meddig. A torkomba rekedt hangok visszhangoznak az Ádám csúszkán. Egy ilyet kisfiú dörömbölés, egy csoda, hogy kihúzta eddig. A pár száz gyufaszám mellé elfér keserű pár száz utcán. Nyitni kék, felé. Így hazudják a tavaszt, szedugsz erre a szanak szót. Átlókoz kamaszkol, kabát az akaszton, s ugyanaz maradsz, s ugyanaz maradszol. Nyitni kék, felénk, így hazudják a tavaszt, szedugsz erre a szanak szót. Átlókoz kamaszkol, kabát az akaszton, s ugyanaz maradsz, s ugyanaz maradszol. 10 év BP érdeskezek az állat simogatóban, leszarom kikinek nyar, kikivel hol van a Citizen Flow-ban. Szeretem az enyémet, minden nappal egy kicsit jobban. Ez egy farka csapzott bundában is, csak holjuk a hollá. Hollá, 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 hollá. Nektek az ingyen kóla, mellé minden kóla. Vimbledumba, tenyér, tenyér, fonák, fonák. Minden órát megérkezünk, megyünk tovább. Nyitni kék, nyitni kék. Felénk, így az útják a tavaszt. Szedugsz erre a szanak szó. Átlógott kamaszról. Kabát az akaszt. Ötvenezret lehet most már elvenni, nem? Igen. Annyira nem merek egy IDG-t kérni most magamra, mert annyira nem ismerem a V4-es dolgokat. Ez beszarás. Thank you.
Ha meglátsz valahol valakit, akkor szóljál, mert nekem elég sötét a játék, nem húzza a monitorom fényre, nagyon durván éjszaka. Jó. Szóval amúgy ti streamben többet láttok, mint én például. Lehet, hogy ezért van néha az, hogy mondtok olyanokat, hogy amúgy ti láttatok valamit, amit én nem. Hogy óvjam a szemeimet, hogy óvjam a szemeimet, lehúztam néha a fényerőt. Ma léptem ki PD-be zene. Maradtak ki. Mi a vége ennek az alfának? Hát, ha jól tudom, 2.80 kéne legyen, de ezt most letesztelhetjük, mert beállította nekem PD-s. Csak azt vettem észre, hogy nagyon gyakran nem az van a kocsival, mint amire be lett állítva. A tesó végsebességem van, azt olyat lép. Mi jó ez? Kocsi, jó lép? Kocsi. Hát jó, 100 fölött amúgy nagyon jó. 100 alatt pedig, amikor úgy belomhul, az kicsit gázos. Na, 2.80. Ah, megy ez. Jó ez. Azt mondta Abraxas, hogy ez jobbra sikerült, mint a PD-s alfa. Mondjuk azért rárakhatnád a maxot a jobb oldalt, hogy annyira ne sütessel az alját vágod. Ja, de nem akarok nagyon terepezni. Maxom úgy emelek rajta egyedül. Jobb lesz. Igen. Sokkal jobb lesz. Majd akció után meg majd visszarakod. Hagyom most így, meglátjuk. Nem ügyelni szoktam. Üldözéseken meg nem tudom, nem hiszem, hogy terepezni fogok, inkább utak. Á, de oda is kell. Mennyit tartott a leghosszabb menekülésed így V4-en a V4-es cuccokkal? Nekem? Mhm. Uh-huh. Hú, hát nem tudom, ilyen 20 perc talán egy E46-tal, mert az E46 nagyon jó kocsi V4-be. Igen? Mhm. Uh-huh. Főleg E-Ride-al. Szinte az összes kocsit meg lehet csinálni Ura-EQ-val meg E-Ride-al. Meg nincs senki, aki detektorozna. Pedig fent vagyunk 600-an. Ja. Elvén, amikor nyomtuk, bazd meg, sorba raboltuk ki az embereket, aztán meg PG-re. Elvén, elvileg van olyan parancs, hogy maszkot kell viselni rablás közben, nem? Vagy ez már kikerült? Nem tudom, V3-ban nyomtam. Azt, hogy én a FAM 290, nem feltétlenül arra mentem, hogy végsebesség, mert amúgy egyáltalán nem az a lényeg nekem egy autóban, hogy végsebességre legyen jó. Mert Szerintem egy üldözésen, most hiába megy az Alfám 290-et, úgyis jön egy autó, ami gyorsabb lesz az enyémnél. És akkor meg inkább az legyen, hogy az enyém jobban gyorsuljon. Nem a végsebesség számít nálam annyira. És ez most ilyen próbál mindkettő lenni ez az Alfa, hogy 280-at is tud azért menni. Azt azért lépeget is. Csúszott a Lada. Na de izé kéne nekem egy tökéletesen beállított autó driftre. Én nem tudtam a Supramat beállítani driftre. Kíváncsi vagyok, hogyha valaki csinált már fasz a driftes autón. Nem tudom, de amúgy amikor elvén nyomtok, akkor nem hallottunk ilyen maszkos cuccról. Téli gumi, vettem bele izét is, egyedi EQ-t, meg mit tudom én mit.
nem segített túl sokat a dolgokban. Volt egy ásás. Ásás? Ez jó, ilyen. Mm-hmm. Csak találjuk is meg. Talán balra fent esetleg itt legyen. Mhm. Ez egy good jel. Csak merre lehet? Az már egy másik kérdés. Aha, itt van még egy ásás, akkor valahol itt van. Ott van balra, balra, balra. Kajak. Szegény. Most fogják újra. Csóri. Valahol. Hát mondjuk ez már egy kicsit olyan dugottabb hely. Van nála egy antikét készített, meg 10 000. Ho-ho-ho-ho. Fincsa-mincsa. F8 exit, ja. Amúgy ez lehet, hogy most nekem az első rablásom szín. Csak szólok. V4-en? Nem, szín, unblock. Nem rabolgattam. Jelleg. Igen, igen. Tehát itt V3, V4-en nem. Hányszor kezdtem a nulláról, új habokat vernek a hullámok, kilóg a lábam az unya alól, új szezonokkal új nyaralók, itt mégis minden elhanyagolt, itt már minden elhanyagolt lesz. Megbilincselt, kezekbe gyűrött drogteszt. Ahol a járat felvesz, ott tesz le. Ott másnap vitamin komplexál. 13 000 óra kellett, nincs még 13 000 órám, ember. Milyen billed van? Egy 1000 éves Red Dragon. Nem lehet már találni ilyet. Mennyi órán van, számoljátok ki, 691.500 perc. Ez mennyi? 11.500? Az igazság csak egy átfogalmazott túlzás, hogy változni kell, de nem születhetünk újjá. Ha menekülsz minden észszerűségen túljársz, így lesz rajtad a kényszeresség az úrrá. Ja, hogy írja, jó? Tehát faszom, hogy 387 kap egy kárpotlást. Nem hiszem, hogy éppen egy gazdag játékos volt. Oké. Autósok, mint artisták, suhannak oda-vissza felváltva. És félnek az esőtől, mert itt csak egyetlen... Rablásért még te fizetsz, aztán meg elkezditek, hogy paraszt vagyok, meg mit tudom én. Nem az a lényeg most, hogy károsítsam a játékosokat. Mondtam, hogy rabolni fogok, de azért, hogyha valaki kezdő, akkor kicsit kárpótolom. Thank you.
Tényleg rendőrhelikopter? $450 van rajta. Már nincsenek, mi? Hello, Oscar. Nem látok. Kicsit beparáztam, ami nem hallottam. 2-2 JTDM, aha. Mennyi az? 200 ló. Amúgy Oscar, bazdmeg, 1000 éve nem láttalak téged. Mi a helyzet veled? Játszol még? Itt egy motor, csak nem tudom, hogyha valaki most detektorozni. Húha. Ebből borulás lesz. Dehogy is, fölmegy ez itt csak. Kerestem azt a helyet, ahol nem annyira meredek, csak hoztam ott előrébb van. Amúgy 40 van, lassan mehetünk vissza, még nézzünk pár embert. Hát ha még találunk egyet, azt akkor jó. Ja. Mert szerintem nem vesz most ezt telefont, hogy bejelentsen, úgyhogy kb. Nyert ügyünk van. Senkit se. Aranyparton egy csomóan voltak, oda fentről leláttam rájuk, csak de az a baj, az a baj, hogy igen. Oda elég sok rendőr szokott alapból járni. Pedig itt azért jó lenne, ha lenne valaki. Itt visszanézek még Aranypart hátra. Polgárőrrel nem szórakozom. Jó gyerekek, baszakszik a fehér egyensúly, megint váltakozik a facecamnek a színe. Tűntek a detektorosok, esküszöm át kell állni izékre, horgászokra, aztán pakoljuk az 50 kiló halat az alfába. Nem fagytál még? Még eddig nem, majd szerintem arany... nem aranybank, a következő akciónk előtt nyomok egy resit, hogy akkor ne fagyjak ki, mert azért fagyogat ez a gép is, sőt még gyakrabban is. Itt vannak jobbra, viszont nem tudom, hogy ez opcionális-e. Zúj sokan vannak, mint a hát kettő. Igen. Na, legyen egy kocsi. Az nem jelent jót.
Ja, az egy 760, jó van, akkor nincs baj. Mondjuk esetleg kiszállhatnánk rá, vagy nem hát tudom. Jó, csak az a bajos, ha menet közben van, akkor úgyis elhajt. Dudáljam le. Esetleg, ha visszajön ide. Hát, ki fog szállni. Nem tudom, szerintem most menjünk. Nem. Ez valamit pumpol, de esetleg, ez valamit. Ja, megpróbálhatnánk valamit. Hát, kiszállt mindegy. Hát, rátartom. Fogom a jeep. Elment, baszki. El kell innen tiplizzünk a csávóval. Bezárja, bazd meg. Level 101, 28-as. Hát nézi, Edward. Csomjában nincs semmi. Halak vannak. $1000. Ellopjak egy csattogót. Hol a... Hát hozd el. Hol a... Csak a csattogót hozom. $5000. Vagy mennyi kér. Majd pöröghetne. Na, többit is elpűz, bár! Aj, de para ez, amikor nem válaszolnak. Azért kell beültetni. Igen, igen, ezt be kellett volna ültetni, főleg, hogy meglátott a jeepes, lehet, hogy már be is jelentett. Faszom. Gyere. Na, látsz. Rátalál a telefonra, elkobozza. Maradhat nálad. Csak RP-vel veszem el. Pedig majd San Fierroba valahogy ki kell jutni. Ha esetleg körözöttek vagyunk. Kurva jó érzés, imádom ezt az adrenalin, bazd meg. Az úgy, hogy ebből annyira nem veszem ki a részem, hogy mögöttünk van valaki. Szerintem civil. Nem baj, elrugom attól még neki. Van minek. Lelép HCRP, ez jól hangzik. Eddig nem szólít fel, nincs üldözés. Hát jó, csak ne szólítson fel. Ne üssünk oda, hogy felszólítson. Inkább lelépek előtte. Igen. Megvagy nem csak neked volt adrenalin. Hát... Gyere, nézzed az
Beton 75 FPS? Amúgy esküszöm, ha ezt kitartana végig. De nem tudom már semmit magyarázni, hát Pietreknek i9-ese van. Mondjuk na, ez az, hogy neki is már megvan egy ideje a PC. Szerintem, hogyha neki is olyan, mint nekem, hogy egy pár hónap alatt elromlik azért. Nem tudom, mit tettem be az meg, de meg is dörzsöltem a szemem, és most csép, azt a kurva. Már most milyen videókártyád van? 3070 Ti. De szerintem nem, szerintem nem a processzor miatt van ennyi FPS-en, hanem az SSD miatt, új generációs M2, és a ROM-ok. Vagy másra nem tudom tényleg magyarázni. SSD volt magában 50 000. Ja, nem volt annyi, mert amúgy egy kicsikét vettem. Egy terrásat? 500 gigás volt, azt hiszem 25 000 Black Friday-kon. Az nem is sok. Jó, ja, vettem én nagyobbat, de azon majd a többi játékot tárolom. Úgy voltam vele, hogy az M2-n lesz a C. Régi géped jöhet is ide. De annak már megvan a vásárlója, Bengé megveszi. Igen? Mhm. Mennyibe adod el? Neki baráti áron 150. Inkább elkerülöm azt a trafét, biztos, ami biztos. Uh-huh. Igen, jó helyre mentél. Ez így elég jó. Alaplap is kell hozzá, de a legtöbb alaplapom most már van M2 slot, nem? Én most azt bánom, hogy nincs kettő, és majd több mint valószínű, hogy le akarom cserélni ezt az M2-est egy nagyobbra. De most tökéletes időzítés ez így. Itt egy egyenes is, majd itt be balra majd. Na, ez a németeké? Aha. Ez kurva jó. Garázs. Itt is lehet barkácsolni. Mhm. Tört Windowsod van? Minek törém a Windowsod? 6 dollárért vettem. Azta. Kíváncsi vagyok arra az M3-ra, nem rúgod majd el egyet a rendőrök elő velem egy videóba? De elmehetne. Leszerepelhetne. Nem magam resit. Te is azért jöttél ki? Aha. Nyomok egyet, mielőtt kifagyok. Mm. Milyen procim van jelenleg? i7-14700K. Miket írkáltak a DC-n. Most elveszettél örökre a rangját, Ervin? Hogy értve örökre a rangját? Nem veszettem el semmit. Várjál, a white balance végre lekorlátozom a faszomból, mert nagyon idegesítő, hogy váltogatja a színeket. Nagyon el vagyok piróva, mi a faszom? Az illegál, az illegál. Izgulok. Ja. Dotera felrobban a háttérbe, hadd robbanjon. Ha újonnan vesztek processzor gyerekek és rám hallgattok, és nagyon szépen kérlek hallgassatok rám, hogy ne basszatok ki magatokkal, vegyetek utolsó generációs processzort mindig, szóval most jelenleg 14. Szevasztani Lorenz. Milyeneket ajánlatok chat Intelből keret 60K? Hát annyiból szerintem egy i3-as tudsz lenni. Utolsó gen. De oda lehet, hogy alaprap is fog már neked kenni. Hogy tetsz az új BNS szín? Beküldtétek? PDDC?
Nem tudom végül milyen színű lett a B4. Az ötödik nyár. Szürke. Jó lesz az, hát. Egyszerű szín, de jó lenne az L250-en. L250-en nehéz a szitu, mert ő kevés szín áll jól neki. Nincs pénzem utolsó generálisra, most jó az ilyet. Akkor inkább új panda. Mert hogy az, hogy nincs pénzed utolsó generálisra, ez beszarás, mert amúgy ugyanolyan áron vannak. Amire lehet, hogy ráfizetsz, az az alaplap, de most mit tudom én. Hogy hívják, Ervin, ezt az oldalt, ahol össze lehet hasonlítani az árakat a boltok közt? Árukereső. Jött 12.600k. Azt most akkor megnyitok egy új árukeresőt. Jött 14.600k. Nem tudom, hogyha kiadták, de ki van adva, jó. 129.000. Van különbség árba, az meg elég nagy. Miért van ekkora különbség? Szerintem még lehúzóban van, mert nagyon új processzor és és ez a baj vele. 13.600k az mennyi? Oké, a 12.600k az olcsó, de szerintem azért lett ez ennyire olcsó, mert ők próbálják a megmaradt készletet elpasszolni. Fasz a processzor, Oszkár, nem arról van szó, csak hogyha már veszel újjan egy gépet, tehát újjan veszel alkatrészeket, akkor vegyél már utolsó genest. Jó, mondjuk itt most a 12.600k-t meggondolnám például, mert pont szar példát hoztam fel, és mondjuk egy i7 12.700k 112 i7 14.700k 61-60 000 különbség. Jó, nem volt a legjobb pontom, de egyébként ne vegyetek, szerintem elavult a technológiát, mert nincs értelme. Megkerültek a gépbe? Sok minden, most nem sorolom fel őket. Használtam, vetted a tiédet 4 havis polnásból. Mindenki volt ott, panda, olyan szar gépen volt. Nézzétek vissza a videókat, laggoltam minden irányból 2017-8-ban. Laggolt a Minecraft a gépemen, ember. Eddig nem még túl sokan. Menj fel 100 millával? Hát most már 75 millió max kamat, úgyhogy annyira nincs is értelme. Ja, ott van, a Twitch-en van egy új gép parancs. Bemásolom nektek izére. Nem tudom bemásolni, túl sok minden van benne. Hát 13.700 helyet csak akkor vegyél 14.700-ot, hogyha kurva sokat keresel és nem bánod érte a pénzt, mert amúgy nem lesz ott már azon a szinten egy nagyon nagy upgrade. Live után fordulunk egy kört. Szereg, kb. Éjfélkor végzek. Nem tudom. Meglátjuk. Hát elavultat veszel minden esetre, Taurus. Nem tudom, én mindig ezt ajánlottam. Most tényleg vannak különbségek áron. Milyen akció lesz, mindjárt kiderül. De készültek akciók, mondtam is, hogy bedobtak engem egyből a mélyvízbe, mert azt hittem, hogy ilyen light lesz a mai nap, de nem. Egyáltalán nem. De én azt mondom, hogy azért éppen minden generációt nem érdemes megvenni.
Hogyha már megvetted a 13700-at, akkor szinte még várhatsz nyugodtan egy 15.-16.-ként, hogyha... De még az is gyakori. Nem tudom, ahogy érzed. Felövök már egy kis pp-t, mert most már kellene fog. Mi az a kidém? 0-8-5. Mert az a baj, még nincsenek megjegyezve az izéim. Bankkártyáim. Pénztárcám merre? Üres legalább? Micsoda? Pénztárcád. Nem nagyon tartok magamnál készpénzt. Egyéb okok miatt. Kirabolnak. Ne is mondd. Nem most öltöttem be, meglátszik, hogy milyen SSD-d van. Hát HDD-n van a játékod? Mert nekem az SSD-n volt. Azt hattam is, hogy sima HDD meg sima SSD között nagyon nagy különbség nincs. De tánci, fogadom el a cuccot. Jó. Arra kérlek, öleléssel hűtsél. Ez lenne a nagybetűs élet. Helyett találnak bennem a tüskét. Azt a kurva. Nem ijedtem meg. De viszont nagyon jó érzés ilyen hamar feltölteni szíre. RC az, hogy PayPal-ra tudjak fizetni, PayPal-on belül kell valamit megerősíteni, de hogy is. Nem hiszem. Pénzed kell legyen rajta. Vagy kártya hozzácsatolva. A simáról van szó, igen, Taurus, viszont itt arról van szó, hogy izén szíre betölteni, én nem láttam különbséget. A kis Kingston SSD-m meg a HDD-m közt esküszöm, időbe kb. Ugyanott van. Ezért is tartottam mindig HDD-m, mert úgy voltam, hogy ne, üljön ott. Mindenki jön a nagy kaliberekkel, bazd meg, azt nálam van egy Tech 9. Azzal is lehet aprítani rendesen. V4-ben nagyon jó lett. Azért kezdtem el ezek. Amúgy én V3-ban szerettem, hogy illegálasztom, mindig ezzel mentem. De azért hoztam ezt, mert úgy voltam, hogy egy M4-en van, és ne basszan le első nap. Ezért gyűltünk hát bárra. Én azért nem hozok, mert féltem. 4000 dollár bele a darabja a lőszer. Mondjuk van 2100, de azt el szeretném adni mi hamarabb. Mert hát én annyit nem fogok lőni M4-jel. Hát kilövök 3-at, az ott van 10000. Hát nem vagyok 100-on. Mennyit van? Kocsikban van a pénzem. KP-ban most van 10 misim. Kamu Tech 9, mit ér most? Hát most onnan indul az egész, hogy van hozzá bizonyítékod, vagy sem, de most már kettő van, igen. Lehet, hogy ezt a 30%-ost elhasználom következő napokban. Szóval a szervény spanomnak, hogy Ádik üdvözli a hevesi... Aha. Na, a többit nem olvasom el.
De tetszik, hogy hol van Erikónak elpozícionálva a teke. Kurva. Hova? Az egy kicsit beálltam ide a kör közepén, kiállok. Nem tudom, hogy kerültem oda. Hevesi Bárót, na ezt már felolvasom nagyon szívesen, Ádi. Ezt már fel tudom olvasni. Majd nem aranybank, nem tudom miért mondok folyamatosan aranybankot. Következő akcióra lenémítom a zenét, nem lesz zene. Hogyha jól sül el, akkor legalább legyen belőle a videó. Nem vagyok PD-s most arra. Pa. Nem Hotline MP5 kellett, ember. Hova megy? Ja, elmegy vásárolni, jó. Hadd nagy Alic, szoszi, megoldódik minden gyerekek, nyugi. Jó lesz. Ezért kéne beállítsam a célkeresztet, amúgy. Oké. Pontot rakd be. Pontot? Van egy ilyen nagyon kicsi kerekkör. Aha, és akkor ez a legjobb. Hát én azt használom, mert ez nem nyúlik ki. Például az a plusz javézek kereszt, nem tudom mi lenne, az nagyon kinyúl. Ez nagyon zavaró tud lenni. A többi meg ilyen goofy. Goofy ez célkereszt. Hát ilyen hát, na. Jaj, csattogóval itt van nálam, geci. Kösz. De tényleg nem tudom, hogy kell fúrni, mit csak elő kell venni, vagy... Azt hiszem elő kell venni, és akkor ugyanúgy körbevágod, mint a ládát, csak lassabban. Komolyan. Lassabban kell csinálni. Para. Első alkalom lesz, jó? Frakció. Nyugi. Lehet elbaszom. Remélem nem baszom el. Hadba fognak sokkolni, milyen szerencsém van, esküszöm. Bemész Gary és ott körbevágod a kazikat. Remélem elférnek nálam majd a kazik. Azt hiszem 2 kiló egy. 14 kiló helyen van. Hány kazi van? 4? Vagy 5, nem tudom. Kell majd csinálni helyet. Elfér ez. Ezt mit dobjak ki? Mi foglal helyet az inventorimban? Hát mondjuk a 2 bika kábel. Ja. Igen.
Na most már lementem 6 kilóra. Oké, okay, szuper. Gondolom kaptam jogot most át ilyen fúráshoz. Akkor ez nem úgy működik, hogy neked feláll, hogy ATM-et akarsz fúrni, és akkor megfúrod az ATM-et, nem? De ez csak csoportosan megy. Igen. Meg akció után általában azt hiszem leszokták venni a rangot róla nyilván. De a farmba meg tudod nézni, hogy mit tudsz ezzel a ranggal. Uh-huh. Azt hiszem csak aranybankozni, meg ATM-ezni. Na. Ez ilyen akció rang. Mondom, Panda, az a baj, hogy te túlgondolod ezt az egészet. Túlgondolod ezt az egészet. Viszont a számítógépes szükszó. Csáv frakcióba, hogy lehet csatlakozni? Nemrég kezdtem, most vagyok 6-os level, eddig dezektoroztam, meg pecázok, hogy vegyek valami normális autót, stb. De kipróbálnék már a dolgot is. Attól függ, hogy hova akarsz menni, attól függ, a rendőrségbe, akadémia, illegálba, legtöbbször ICTGF van, de van, ahol azért megkeverik egy kicsit az OCTGF fel is. Most attól függ, hogy hova akarsz éppen menni. Döntsd el, hogy hova akarsz, hogy mit szeretnél így előre, ne vállald túl magad, mondjuk nem feltétlenül ajánlom az illegált 6-os levelen. Lehet, hogy inkább elmennék valami lazább frakcióba, hogy úgy szokjak bele a dolgok, mert nagyon sokan azt csinálják, hogy elmennek mondjuk egy PD-be, vagy elmennek egy illegálba, és már nem tudják, hogy mit kell csinálni, még nem ismerik az RP szabályokat. Aztán megkapják a jailt a jail hátán, aztán megkapnak egy bant, és akkor annyi volt a game. De mondjuk én ezt most az én esetemből mondom, mert hogy én nagyon lassan indítottam be a dolgot. Éveken át taxiztam, aztán meg eljöttem PD-be, és nagyon óvatos voltam az elején. Még akkor is, hogyha már szíztem 2 éve vagy 3 éve, mert hogy aggódtam attól, hogy hogy valamit elbaszok. Kaptam is non-RPG-l PD-be. Megtapostam egy kripest. Garázsba. Azt hittem, hogy minden esetben izébe kell menni. Szia Mervin, Ervin küld már vissza hozzánk DC-n, mert minket itt hagyott. Máté Tomási. Téged tényleg mindenki ismer, bazdmeg. Nem tudok dalt írni, minden olyan kurva kusza. Nem mondd azt, hogy szeretsz, nem vagyok túlos csusza. Baby, hagyj élni. Mondom, ami bennem van, ha lenne bennem bármi. 2022 van, nem tudok várni. Mondhat bárki bármit, úgyse hallok semmi. Ez nagyon para lesz, bazd meg. Mi most már így működik, hogy óránként veszik a fizót a sofőr súlyt? Nem marad rajtam a rontás, csak éppen ma esett pont úgy, hogy csepeg a fekete festék, de az
az egy csatán meg sem mozdul, ami hétfőn még csak domság, az vasárnapra már hegység. Felröppenünk a drótról, mint a villás farkú fecskék. Útnak indulunk délre, ahol nevet sem adtak a télnek. Ne bámuld az eget, kérlek, nincs baj, nem kell félned. Könnyebb lenne csak ülni, egy nagy fa tövében várva, hogy föntől az összes sárga levél hang nélkül hújjon a sárba. Látni, hogy nagy királyok adják fejük a szolgasságra, de úgyis csak belennék szállva. Szóval Red Bull, amúgy nem tudtam megköszönni, mert pont elhúztatok, de amúgy köszönöm a helpet. Jó, nagyon szépen köszönöm. Hát... heti 1000 percet kell megcsináld, meg két előállítás jelentést. A fasz, Rudi, az drága. Biztos van olcsóbb. Vagy most megdrágították, mert hallottam valamit, hogy több órát kérnek? Vagy nem is tudom, hogy azt végül elfogadtam. Magyarországhoz képest olcsó, öreg, bár csak ennyi lenne itt is. Hát jó, Magyarországhoz képest igen, olcsó, de... én még annó 1500 leért csináltam, felment 1800-ra minden egészségügyi vizsgálattal, meg mit tudom én mivel. Most talán úgy felmentek az árak egy ilyen... hogyha nem egy fasz autóval akkor ott csinál, akkor meg lehet úszni szerintem egy 1800 lejből, ami egy olyan 140 ezer forint. És a 140 ezer forintból felmész mondjuk 165 ezer forintra, kb. Így néz ki. Meg lehet oldani olcsóban. Nem hiszem, hogy te egy olyan drága városban vagy, hogyha én Brassóban intéztem olcsóban, és amúgy néztem az árakat, ugyanannál nála súlynál. Drágult 4 éve, amióta én csináltam, de úgy nem olyan sokat. Hát öreg, ez... te nem válogattál, te mentél a drágához. Nem akarom elhinni, hogy nincs olcsóbb. Az olyan nem tudok adni kábítószert, mert úgy lepakoltam. Jó, az gram nem elég? De bőven elég. Mi van nálad, Parazeldum? Igen, maradt a Parazeldum. Ja, az jó. Nézd, DC küldtem tutoriált, na beszarok, kaptam tutoriált. Ez állt ilyen fúrás az? Szülje, bazd meg! És a kazettákat is föl kell nyitni? Á, most csak kiveszed, aztán... tessék? Azt csak kiveszed. Talán. De annyi a lényeg, hogy nagyon lassan kell körbevágni. Uh-huh. Dig, hozott 10 gram kokaint most nekem, Benjamin, köszi. Elrúgjuk az alfádnak. Nem tudom, de ja, te vezetsz? Mhm. Uh-huh. Akkor adjak hozzá kulcsot, nem? Aha. Nem hiszem, hogy annyira nehéz irányítani, úgyhogy elboldogulsz vele. Á, jó lesz, jó lesz. Azt nem tudom, hogy hogyan kezdeményezem, de majd rájövök. Rájövök ezekre a dolgokra, nem para.
Már most meddig leszel illegálba? Egy hónap? Kettő? Kettő hét. Kettő hét? Hát ki kell maxoljam ezt most itt. Nagyon sok tartalmat akarok. Ki kell játszani a CMT-t. Sok tartalmat akarok előre felvenni, szóval kb. Minden nap fogok valamit csinálni. De nem is frakcióval, mert szerintem ti nem szoktatok épp, vagy nem tudom, minden nap van, mert ahogy néztem az eseményeket, nem volt minden nap. Á, nem minden nap van. De azért az már túl sok lenne. Aha. Igen. Bár én se régi tag vagyok. Egy két hete jöttem kb. Ja, igen. Meg én nem szeretem az illegált, azért maradok itt. Uh-huh. Vagy mi nem szeretem a legált. Ja. Jó, jó kis konvojjal megyünk, bármit látok, láttok, rádiózatok. Nyugta, 14. Berádiózom? Szerintem ne. Majd akció közben berádiózott egy C0 B-side. A sofőrök ismerik a garást, te ismered a garást? Mhm. Uh-huh. Jó. Ismerem. Okay. Hát ott van konkrétan egyben mellette, hogyha ezt az ATM-et fúrod, amire gondolok. Ez egy trafinálasító. Jó, azt mondják, hogy megmutatjuk, hogy hol nyitjuk majd a kazit. Kéne ezt most nézni? MDC-t kapcsolja. Mennyi túl jó az az alfa. Ez egy, az ATM-ben? Nem tudom, majd kiderül, hogy mennyi lesz benne. Szerintem ilyen 300 ezer lesz összesen, vagy 400. Kajak? Az nem, de csak nem így tippra. Nem jó, tudom ennyi ember elosza nem a legjobb, de úgy. Ez tök jó. Itt a garázs. Aha. Ez itt. És rögtön itt van mellett az ATM. Ez nagyon jó. Ja, de hát oda át is szaladhatok, nem? Nem is kell beszállj. Csak téged majd a garázs felől fedezlek, hogyha befutnak garázsba előttünk, az nem éppen lesz mókás. Mert bemegyünk ketten, az úgy lefegyvereznek, mint a figyfene. Ó, oh, miért lövünk? Ezek kire lőnek? Nem tudom. Megy le egy rendőr, de miért? Az para. Miért? Nem tudom. Kis MG? Annyira jók ezek az időzítések mindig. Mikor jön rendőr B-side-ba? Zárva határ, azt nem is csináltunk még semmit. Lehet körözött. Lehet, hogy valakinek körözött autója van, lehet pont a miénk. Aj, nagyon remélem, nem körözött a kocsink, hallod? Aaaa, geci. Tényleg, bazd meg. A jeepes lehet bejelentett. Aaaa. Gyorsan dob le ezt. Le van szarva. Nagyon remélem, hogy nem jelentettek be. De most egy feltérőre nem zárják le amúgy a határokat. Na de várja, hova parkoljam le, hogy ne lőjék szarra? Mindegy. Senki be. Nem mi leszünk amúgy. Feltérőre van maximum. Visszadobom a kulcsot. Szóval ez vagy valaki más lesz, vagy van valami más itt Bayside-on, de hát hihetetlen, esküszöm. Nem tudom, menjünk ki. Még nem. Már honvédtek, és mindenképpen. Amíg nincs parancs, addig inkább ülök itt. Kábítószerezzek be?
Még ne nyomd el, meg szerintem alapból ne nyomd el, miközben fúrod. Nagyon be fog zavarni szerintem. Mert lehet az is mozogni fog a hudoddal. Fasz, a kis akció lesz ez is. Ez hihetetlen. Lőnek. Hát, hogyha van 150 millió és odaad neked 50 milliót, az rossz lehet neked, igen. Szerinted miért vannak itt a zsaruk? Nem tudom. Lehet tényleg bejelentettek. A zsippes hívott volna rendőrt, ez betett egy jelentés, De ezt ennyi. feltérbe kerülhetett akkor ránk, és feltérbére nem kapunk kizét ember. Nem zárják le a határokat, itt valami más van. Feltéve FB meg RB, gondolom. De nem, az is feltételes. Ezek már lövöldöznek, mi meg itt szunyókálunk a garázsba. Hát amíg nem adnak parancsot, hogy csináljuk, addig én inkább ülök itt. Mert megint Most. megdöglök, kimennék, megdöglenék. Vagy a nimba lőnének. Igen. Azt ott vége az illegálnak. Mit Mik ezek a zártok le? tuningos bobketek? Nem tudom. Szipú. Azt le tudják nyomozni, hogy merre vagy? Hogyha körözött vagy? Nem. Akkor jó. Ingatlanokat tudnak megnézni, meg igazából kocsikat lekérdezni. Jó. De hogy más nem nagyon tudnak csinálni. Nagyon szépen köszönöm Krisztián a 100-as csért. Ez para. Ez nagyon nagy para. Szeretem az ilyen kijelentéseket Red Bull, hogy amúgy mindig itt van valaki, Bayside, lehet, nem szokott mindig itt lenni valaki. Miért hittem azt, hogy rendőr jön be? Én is beszartam azt a... Már vettem volna elő a fegyvert. Igen. Szerintem kokózzunk, Erci. Jó. Jó hosszú animációja van ennek a szárnak. Igen. Alfán van körözés. Azon max fel TFB van, de tényleg. És fel TFB-re nem zárják le Bayside-ot, itt más kell legyen, srácok. Bújjál valahova, na itt bejöjjenek egyszer. Az alfát csak nem viszik el Pekkörrel lefoglalni. Nincs, perpil nagyon nincs amiért. Ne gondolj erre, mert lehetetlen. Tehát kizárt dolog, hogy az alfával legyen. Á, nem tudom, kétséges. Nem tudjuk még miről van szó, Néma, nyugi. Húsvéti térképben meg, az kell ide. Kaják, milyen lesz majd V4-ben a húsvét jelent, izé nyuszikat kell elkapni?
Gondolom, hát dolgozzák azt is. A garázsnál vannak, what? Ajaj. Akkor drogozzál. Hát, drogozok. De miért vannak a garázsnál? Én esküszöm, nem tudom, hogy most mi történt. Bemenekült a izé. Az Emil. És őt látták volna. Basz. Aha, meg rá is lőttek. De mivel azt látták, hogy egyedül megy be, lehet nem számítanak három emberre. Hát úgyse éljük túl. Szerintem állj be a bal oldalra valahova jobb készpotra, mert a Tech 9-en át tudsz lőni falon. Hát ez nem szándékom kibannoltatni magam. Csak itt mit csinálni? Kibannoltatni? Hát falon. Ez teljesen szabályos. Igen. Meg lehet csinálni vele. Az mondjuk jó pozit. Mindenhol zsekák, hát nem értem. Nem tudunk lenyomni semmit se. Én nagyon remélem, hogy nem rajtunk van valami, de felt ijevvé, de nem történt volna ez. Itt más van. Hiszek neked, mivel rendőr voltál. Nem rakhatunk ilyenkor körözést csak azért, hogy bejelentenek. Most gondolj bele, hogy valaki bejelent mondjuk hülyeségből téged, és akkor rád kerül egy valós körözés, amiért lecsukhatnak. Nem ilyen. Akkor kirakunk egy felt ijevvét, felt RBF-et, én általában csak felt ijevvét rakok ki, mert egy kutya. Azt akkor úgy kell rátalálni, de itt kell legyen más is. Ödvileg áll oldalon, ahol mindent is tudnak. Igen. Igen. Ami ez igaz. Nehéz ilyenkor belegondolni, hogy mi történik amúgy. Hát gondolom kint állnak garázsba, felsorakoznak, aztán majd egyszer bejönnek. Csak remélem nem akkor, amikor van a drog animáció és fejbe kapnak. Igen. Ez az animáció, az egész szihetetlen. 4 egység még érkezik. Édes Istenem. Garástól lassan szállingoznak elfele, micsoda? Az csak jó jelent. Az a baj, megidézted az ördögöt. Elkezdted, hogy nehogy szétlőjék az alfát, látod? Én ott bele se gondoltam még abba, hogy be fognak ide hatolni. Németeknél vagy, aha. Meg akartam fúrni azt az ATM-et, bazd meg. De nem engedik. Rajtunk 2 egység, ó more. A legszívesebben beülnék az alfába, kimennék vele és elmenekülnék a picsába. Aha, vagy a B opció, kiszállsz a kocsiból, melefegyvereznek.
Igen. Az a baj, hogy igen. Mi? Hogy mi? Az mondjuk érdekes, be lett ide rúgva, rá is lett lőve, azt nem jönnek be garázsba. Ilyenkor nem az a normális, hogyha bejönnek utána? Elpizlő, kitöröd a garázs ajtót és végezd le őket, és aztán hiába fogják rá. Aha. Aha. Írjál öreg. Csak a karakterválasztás utáni betöltő képernyő random megakad a game, aztán crash valakinek megoldásra. Próbáld ablakosba vagy teljes képernyősbe, attól függ, hogy melyikbe vagy, cserélj egyet. De most akkor nincsenek a garázs előtt? Elvileg nincs. Csak hát nem ismernék ki menni. Nem rendőr vagy, most nem. Ez még bent ragadtunk, és nem válaszol már senki, biztos már mindenki meghalt. Ah, már biztos, aha, szerintem is. Balek, nagyon szar a helyzet. Elképesztő, ez felettébb elképesztő. Szevasz gombos. Nem tudom, mennyire para ilyenkor kinézni. Hát szerintem eléggé. Most gondolj bele, itt állnak 20. Uh-huh. Jön a pofádba 10 lézer, ez gatya. Beep, boop, beep, boop.
Ez jó sor. Véletlen nyomta meg szerinted? Nem. Hát ez üres. Hát ez megérte. Nekünk lehet, nem kéne az alfával menni. Audi. A Q7-es, nem hiszem. Hát mással mivel menjünk innen, bazd meg, a Skoda Octaviával? Bobcat-tel, vagy mi a faszommal menjünk? Legyen egy ennyi buli, menjünk ki az alfával, aztán lesz, ami lesz. Mert... Berúgjuk valahova, mert menekülésen nem érünk semmit. Hát jó, van itt hajóm, csak oda el kell jutni. Csak hát ez a szar, hogyha nem, akkor meg ott marad a körözés a kocsimon. És akkor meg azzal szopom a faszt. Ja, a szemlevedre is raknak. De igaza van. Abból, amit leírtál Instant Jail. Előbb-utóbb úgyis kiviszel egy körözött autót, Réti Ricsi, ez mese. Szóval tényleg nincs más, amit csinál. Mit csinálsz egy körözött autóval? Ja, igen, jailt kapsz, mert nem mehetsz ki vele, és akkor besétálsz vele a kapitányságra, hogy csukjanak le, nem? Ez az egyetlen megoldás, kármi. Nem. Körözött autót ki lehet vinni problémamentesen. Eddig milyen az illegál, tök jó, tök jó. Martalóc elkapva, grat. Nem akarom elhinni, hogy ez az egész egy Felti FB miatt volt egyébként, mert az a poén, hogy Felti FB miatt sose zártak le határokat, de nem szeretnék beleszólni. De fazzártok le határokat feltérbére, nem magyarázd már. Jattal, bazd meg. Ezzel fogunk menni. Hú, ez nagyon lassú lesz szerintem. Be lehet menni? Nem lehet. De szar. Nem is tudom, hol a legjobb bűn, menjek én is fel. Ferglú. Jó. Hát ez zseniális menekülés.
Aha. Lássuk, mi? Megy ez rendesen. Megy, csak fordulna is ki. Megmenekültünk volna? Csak hova megyünk? Amúgy. Gondolom vissza a garázs körül, aztán majd kiszállunk valahol. Köszöntetek 5-6 egységet, szép, szép, szép. Nehéz lesz ez a két hét amúgy. Most azt akarják nekem elmagyarázni, hogy amúgy feltérbére lezárjuk a határokat, máskor meg ATM fúróknál nem tudjuk lezárni a határokat, mert úgyis nyitva marad. De köszönöm srácok, PD-s vagyok, voltam. Ja, nem kedvelt a lídereket, főleg azt a Mattot, Matta neve. Ja, Matt. Nem kedvelted? Mint a kocsi fényezése, nem őt, nem. 50-on matrica lámpa, matricás golfot mennyit ér, most fogalmam sincs. Rakki fórumra, azt várjál ajánlatokat, azt mit kapsz. Azt hiszi, kereskedő vagy. Hát amúgy meg azt nem tudják az emberek, nem tudom miért van ez, hogy mindenki azt hiszi, hogy kereskedek még mindig kocsikkal. 2019-ben érdekelt a sztori. Fel van készülve, Emil. Hát, megint is így kellett van eljönni. Hát izgalmas ez az illegál. Oké, a mai nap... A mai nap az egy botrány volt. Az aranybanktól kezdődve bazzek, hogy a bejáratnál meghalok. Egyetlen siker az izé volt a rablás, amiből most éppen kaptunk egy feltérbét, amire lezárták a határokat. Azt lőttek az ATM fúra faszért, nem cseréltünk kocsit. Mindegy. Mert biztos, hogy tudtuk volna jutni LS-be. Mm. Hát már akkor is szerintem rajtunk volt a feltételes. Hát most átmegyünk egy határon, sokkal többen jönnek ki, mint ide Bayside-ra. Igen. Ennyi, hogy a kocsit is el kell majd hozni. Hát igen, majd el kéne. Amíg ma. Jó, ezután szerintem valahogy... Csak nem tudom, hogy lenne jó. Annyi, hogy még mindig feltételes cucc van rajta, szóval elméletileg, hogyha lepakolnám én a cuccaimat, csak ezen a ponton már nem tudom eldönteni, hogy tényleg csak annyi maradt az egész miatt, mert hogy lövöldözés volt, vagy sem. De hogy elméletileg, hogyha lerakom a cuccaimat, akkor nem kéne baj legyen az egészben. Igen, már csak átnéznek, azt hiszem. Aztán, hogyha nincs hát, nagy semmi, akkor tovább engednek. Ezt kéne legyen elméletbe, de faszom, most már feltérbére izéket is csinálunk, határra zárakat. Adjuk majd. Vagy ha Vontival mindig az alfát bejelez, az bejelez. Ja, a két hétig illegálozunk most. Majd aztán térek vissza rendőrködni. Feltérbékre határokat zárni. Ezt még visszahalljátok egy párszor. Határnál nem biztos amúgy. Micsoda. Ja, határnál nem biztos. Igen, hát ott nem... Lehet ott nem belezne be. Lehet, hogy ott nem jelezne be. Illegálozik a rimes. Tilosban parkolós lefoglalt kocsidat mikor intézed el, rimes? Hm?
határnál, de azt hiszem igen. Nem, Trafinál bejelez. Trafinál bejelez. A 100%. Határt ezt megúszta. Annak köszönt, aki be is írta. Rimes. Honnan tudod, hogy mi van rajta? Ki infózta le? Pedig próbáltam beetetni a haverodat, hogy más van rajta, de úgy látszik, hogy akkor már tudod, hogy mi van a kocsidon. olyan cukin bejött ez a duma, amikor jönnek kocsit kiváltani, és amúgy a haverom kocsia, én csak érdeklődnék. Akkor már tudom, hogy mi a helyzet. Akkor már tudom, mi a helyzet. Mondjuk az lenne a legjobb, hogyha téged nem keverlek bele a kocsi elhozatalba, hogyha már úgyis lepakolom a fegyvereket. Beülök csak egyedül. Mert emléletileg nincs, amit rám varjanak. Egyetlen egy opció, hogy rám tudjanak varni valamit, az, hogy ez a jeepes, az egy rendvédelmis legyen, és kétlem. Kétlem, hogy rendvédelmis lenne ez a személy. Húha, akkor futi. Ja, csak hol a kocsi? Ez egy jó kérdés. Én le is veszem a mellényt. Tekket elrejtem, bár az AK úgy is látszódik. Nem tudom, mi legyen. Arra megy. Megvárunk. Elképesztő. De már csak mínusz 100k haladunk, na. Már itt is van. Hova menjünk? Le kéne pakoljam a fegyvereket. Na bocsánat, ja, a fegyver. Aztán kérek tőled majd egy fogant. Azt eldöblök majd az Alfáért, gondolom. Ezt tisztán megpróbálod elintézni. Ez így lenne okos. Köszi szépen, Predi. Csattogó van, az bizonyíték, inkább lepakolom. Na jó. Na és akkor mivel? Egy annak kérem, hogy ez most van kulcs, amit kapásban. Ehhez van. Rubbazd meg. Az a baj, hogy ezzel viszont... Hol tudod lepakolni a fegyvered? Ja, a lemez felni se volt.
Zseniális, nem? Szegényebb, kicsit lassú lett. Igen, nagyon sajnálom viszont ezt. Bérelhető garázsok, első folyosó léted azt is, oké. Nincs több kérdésem. Let's go. Négyes, bal oldalt. Az jó, most zártam be. Nem baj az. Dik, dik, dik. Hát széfről nem telik. Pedig az itteni autókból kitelne. Quattro. Szép. Jó kocsi, csak kéne bele egy ilyen rajt. Na, hogy én is mióta akarok már egy Quattro-t, bazd meg, és nem vettem. Ja, várj. Indulsz másik irányba. Hát igen, aki megteheti. Hoppá. Erre azt hittem, hogy rendőrség, de nem tudom miért. Milyen lett volna? Hát, kicsit ilyen scary. Igen. Mondjuk nincs nálunk semmi. Csak nem raktak most a nevemre körözést, nem? Csak nem. Na bárki tudom nézni. Ezzel a kocsival szokták azt mondjuk csinálni, szóval azon nem lepődnék meg. Én még mindig hát, a határos sztorin vagyok meglepődve, és így ennyien oda spawnoltak. Hát gondolom egy egységnek indult, aztán mentek segíteni. És meg azt sem tudom, hogy hogyan találtak rá a többiekre. Oké. Okay. Kukac Ervin. YouTube chaten. Ti kocsitok véget lett lezárva a határatok? Ezt feltételezzük, de hogy az én kocsimon csak feltételes körözés van. Illetve lehet. Csak az volt a szar, hogy ugye mindkét kirabolt szemétől elvettük a telefont, csak meglátott minket egy GPS csávó, és az bejelenthetett, mert máshogy nem tudom megmagyarázni. Mindegy, nem próbáltam ki akkor az ATM fúrást, sajnos. De hát az Alfáról pedig el kell intézni majd a körözést, mert hogy én azzal akciózni szeretnék továbbra, úgyhogy... Minden áron el lesz az intézve. Hát persze, hogy megteheti ezt noszeg, de több idő az a lényeg. És szerintem nem nagyon veszik az emberek a fáradtságot. Egyébként meglepődnétek, hogy mennyi embert nem érdekel ez, hogy bejelentse az elrablókat. Mert hogy nagyon sokszor megtörténik az, hogy mondjuk valaki meglát az erdőbe egy járőrautót, és akkor ám eszébe jut, hogy amúgy szóljon a rendőröknek, de amikor bejelentésről van szó, amikor ott van a pillanat hevében, akkor nem teszik meg. Elmenjek a csávóért, elmegyek a csávóért. Megyek. Azt hittem mosó válaszolni fog, de nem. Jó,
Jó, itt nekem nem ezzel van problémám egyébként, más dolog zavar, de mindegy. Antikot rabolni vagy ilyenek? Hát, amúgy raboltunk egy, mit, antikét készletet? Aha, meg egy 10 000-et. 40 000, akkor 50 000. A másik szemétől pedig egy csattogó halat, meg 1000 dollárt. Zseniális. Na, úgy jó nap volt, csak mondom, nekem még nagyon idegen ez az egész V4 illegál. Ajdik. Hát most a fele érted. Köszi. Bár ez neked úgyse számít sokat, mert van 200 milliód vagy mennyit. Nincs. Jó, kocsim nekem is hát van. Hát kocsikkal összesen. Almádi botond. Valamelyik nap fenn volt egy olyan, hogy látó Jenő. Hát az lát. Csak 2:25 megy. Hát jó, mondjuk nem egyed is a Verda, ez a probléma vele, de ja, nem túl nagy a végsebessége. Hogyha kocsiba pakoltok le, akkor amúgy nem kéne gond legyen. Barátság kezdete. Igen. Azt hiszem egyre találtak. Ebből lehet valami. Megzavarom. Haladnék az alfámért, mert nagyon érdekel, hogy mi lesz vele. Oh. Hát mondom, szerintem az lesz vele, hogy átnézik a ruházatot, nem találnak semmit, ezt mehetsz tovább. Hát ez lenne az ideális. Hát ez csak tényleg feltételes van. Mert rendőr nem nézte végig. Jó, én ezt feltételezem. Mi van, hogyha a jeepes egy rendvédelem is van? Hát... Bár kötve hiszem. De... Van rá esély. De gecire nagy szerencsém kéne legyen, hogy ez megtörténjen. Hát igen, akkor ott már baj lenne. Mondom, már hiába nincs nálunk semmi, akkor is bevisznek. Hát nem rosszat akartál, igen, amúgy nem lehet kinyitatni csomit. Szóval, hogyha nyitva találja, akkor már nem zárhatod be, és akkor kirabolhatja belőle a cuccokat. De hogy az, hogy kinyitatja, az most már nem működik. Az eddig észre se vette egyébként, itt vagyunk? Nem tudom. Azt mondja, rendben várok bárkit. Ember... Lehet nem vett észre. Rádióztam neki. Német nevem van nekem is. Hol legyen Brüderre. Nem, ez cringe. Hol legyen főnök. Ugyan, semmiség. Nem tudom viszont, hogy ilyen hierarchikus létránk merre van, hogy kivel hogy beszéljek, azért ezt meg kell nézni. Hát elvileg mindenkivel tisztelettel kell be. Uh-huh. De legfőképp ugye a líderekkel. Uh-huh. Hát igen, egyértelmű. Úti cél kiválasztó. Ah, jó irány. Balesetmentes közlekedést kívánunk. Menj 400 métert. Hát, pont balra. Arra kell mennie. Hello, Mr. Dorian. Kórház mögött egy kicsivel. Nagyon sajnálom ezt az ATM fúrást, esküszöm. Métert,
Majd fordulj jobbra. Nekem direkt ki van kapcsolva. Engem nagyon szokott idegesíteni. Ez most kicsit kellemesebb. Vagy, nem, vagy ugyanaz a hang? Hát a nőit vagy a férfit használod. A női. A férfi az még mindig James Rocks? Szerintem, ja. Átkapcsolom, megnézem. Aha, még mindig James Docs. Jocks! Nagyon szépen köszönöm a subgiftet, öreg. Nagyon feljöttünk szabokba. Jó, közben veszítjük a szabokat, mert előbb 160-ot, most meg már 157, de hát most egy hónapja kerekperec volt a szobaton, és akkor nagyon pörgött ott minden. Formáltozunk banddal. Ez a dal most hozzátok szól. Jól énekelsz. Megérkeztél az úticélhoz. Mizu LV már lejárt lemez? Hát nem lejárt lemez az LV, csak én főként főszerveren játszok. Amúgy James Dockson mi lett, tényleg régen annyiszor néztem? Hát szerintem is benöntték, nettem jön már a pénzzel. Most elvileg a Jeffrey Evans is befejezte. Ja. De lehet valami vicc, aztán visszatér egy hét múlva. Hát nem hiszem, hogy elég komolynak tűnt. Jó, mondjuk amit nem csukja be az ajtót, jogos az 50 ezer. Hát igen, mert ez neked egy parancsba kerül. Igen. Azt kérem, hogy unbannoljatok, mert az nagyon jó dolog. Hú, de kirabolnám. Naimot fasz. Naimot fasz? Köszönöm, ez mi? Majd imádtam ezt a zenét gyerekkoromban. Ne basszál, ez mi? Nem ezt imádtam, hé-hé-hé-hé, az már ez. Mi ez? Azt akkor azt hittem az eredeti. Azt hittem az eredeti. Na, lássuk, ránk jönnek. Ez hihetetlen. Reggel te voltál BMS-be szereltetni? Ja, mentem ellennel. Az ma volt? Lehet, hogy ma volt. Ja. Hosszú volt az éjszaka. Cím. Mi a címe, Betty? Amúgy azon csodálkozom, hogy tényleg nem jöttek be a garázsba. Nem értem, hogy miért nem. Ez nagyon érdekes, de jó. Melyiket szeretnéd vezetni? Ez sajnos nem elrájdos, ez sajnos ilyen, úgyhogy sok szerencsét, ha ezt vezeted. Hát... nem tudom, most magammal vagy veled basszak ki? Nem, velem nem kell, amúgy viszem az alfát, hogyha baj van, akkor csak én üljek. Jó. Nem olyan rossz ez amúgy, csak ugye nekem. Smells like a Joe asszony. Hú, már küzdelem, átmész határon, ezt majd egység jön szörínázva. Tuti megállítta. Jó, megpróbálom azért taposni neki.
Jó, de akkor meg miért nem tértek vissza, Kakrusz? Jól csináltátok nagyon azt amit csináltatok, de fura volt ez az egész számomra. Annyira rossz ez, hogy amúgy mindeddig rendvédelm is voltam, és tudtam, hogy mi fánterem. Most meg itt vagyok, és annyira butának érzem magam, és folyamatosan gondolkodom, hogy vajon milyen körözés lehet a kocsim. Kicsit lekúpolsz. Nem baj az. Én meg fogom taposni határ után, hogy azért ne állítsa nekem. Biztos nincs nálam semmi amúgy. Egyet izé. Megnézem inkább újra. Menjek biztosra. Jó. Oké. Okay. Az lesz a mesém, nincs hogy horgászni. Semmi. Horgászni voltam izébe. Már gondolom, hogy csomó benne van egy csomó horgász cucc. Ja. Gondoltam. Én meg detektoroztam, ha engem is kérdeznek. Mi ez a diesel wastegate? Ez tűnt jónak amúgy meg. Többé olyan túlzott erre a kocsira, speciál. Teltaposom erre. Kb. Nincs egyetlen egy trafise. Legalább lett klipped, na legalább neked lett. Én gondoltam, hogy csinálok ma valami contentet, nem tudom, hogy ebből sikerülni fog viszont. Mert én oké, hogy voltam akciókon, de hogy én nem vettem ki a részem semmiből. Próbálom nem azt mutatni, hogy együtt vagyunk. Ilyenkor hol vannak a rendőrök? Ilyenkor nem jön az egész brigád? Már zárják le a határokat, jön. Ennyi volt a rablás? Hát mára szerintem igen, ez a kocsi ez körözött lesz, ez a kocsi ez tuti körözött. Majdnem 100% biztos vagyok benne. Úgyhogy ezt majd valahogy el kell intézzem. És akkor onnan tudnám folytatni a dolgot, mert most akkor ezzel a kocsival nem tudok semmit se csinálni konkrétan, jelen pillanatban. És attól tartok, hogy nem fognak megállítani a házig. És most nem duranthatom a trafikot se, hogy valahogy állítsanak meg, hogy kerüljön le a körözés, mert hát... Akkor meg már az lesz, hogy szándékosan csinálom. Pedig nem szándékos. Vagyis de csak... Csak mégse. Csak mégse. Az a cél, hogy kerüljön le ez a körözés. Ott egy rendőrautó. Lehet mindjárt utánad megy. Nem. Áll egy helybe. Miért jönnének most nincs eltém? Nem.
Na, megvan. Meg is állítottak. Asta. Az... Azt a kurva. Húha, ez átlan feltételes lesz. De... Feltételes, nézzünk így át. Na, vannak páran. Azt a de rám jöttek. Nem, most ez szándékos volt, és jó, hogy megtaláltak. Én nagyon örülök, hogy megtaláltak és átnéznek, mert lekerül a kocsiról a körözés. Hallod? Ezt a csávot, ezt a Nevios kutarit nem lehetne innen elküldeni a picsába? Ezt az embert küldjük már el a picsába, légy szíves. Ez egy giftelgetés. Drakenne bántsat hajasba volt, de bántam a csávókát, mert úgykor elment köszönés nélkül. Le is kurva anyáztam egy párszor, hogy lehet ilyet csinálni? Köszönés nélkül elmenni. Elképesztő. Ez el lett intézve. Hosszú volt az éjszaka. Faszom ott az egész. Látod, ha nem jössz azzal a hülye ötlettől, menjünk el rabolni. Nem történik meg mindez. Bocsi. Igazad van. És félek bemenni ebbe a garázsba. Kéne találjak valami decoy garázst, ahova, hogy jöjjenek ide a rendvédelmisek, és én ne járjak ide, vagy valami. Lehet bérelni garázsokat? Persze. Jó, de nem olyan izét, hogy le tudjanak követni. Ez lenne a lényeg, hogy ne tudjanak lekövetni. Mi a bajod? Mi nem köszöntél múltkor? Tiszteletlen vagy. Tiszteletlen vagy. Hát esetleg nem tudom. Az jó.
Igen, de olyan esküszöm tetszik, hogy néz ki ez a Mitsubishi. Mikor lépték ki PD? Ma, egy ilyen 4 órakor délután. Na, melyik? Igen. Szoki? Hát Szoki, imádom ezt a kocsit, és hozzá kéne szokjak, hogyha tényleg le kell rázni a zsarukat, akkor úgy legyek hozzáedzve, mert az a baj, hogy én általában mindig azt csináltam, hogy én egy kocsihoz szoktam hozzá, és akkor azt úgy vezetgettem, de nem tudok minden autót megtanulni. Az Evo Merci is nagyon komoly. Ja, igen. Az is be van állítva, azt is illegálra terveztem, és még van egy autó. Melyik autó? Démon? Nem. Nem, elhatom. Nem. Akkor nem tudom, ezek jó autók. Esküszöm, nem tudom, hogy csak ez a kettő lenne? Ja, amúgy nagyon, nagyon bánom, hogy el lett baszva a kis E500-on, biztos menekülnék most is vele egy kör. Lehet, akkor csak két autó van így akciókra. A Démonnak nagyon lement az ára, csak nem tudom miért, amúgy elég komoly autó még így is. Igen. Hát Marci mit ment vele versenypályán, az nagyon beteg. Hát, de srácok, amúgy értsétek meg, hogy nekem semmi problémám nincs azzal, hogy valaki néz egy legálosként egy illegál streamet. Nekem egyáltalán nem ezzel volt ma problémám, mással volt problémám, de nem ezzel, nem ehhez köthető. Lehet úgy normálisan játszani, hogy nézel streamet, és nagyon sok embernek, sőt az kb. Az egész rendvédelemnek összejön. Csak nálam itt most valami kiütötte a biztosítékot, és nem enged nyugodni, ennyi problémám van az egészen. Rimes nagyon érzi a dolgokat, igen, örülök neki. Most mi a terv az illegál része? Milyen FK esetleg? Német frakcióban vagyok, de mint mondtam, nekem most a fő célom az, hogy akciózgatni akarok. Az a cél, hogy minél több anyagot összeszedjek, hogy mondjuk hónapokra levetítve legyen tartalom, amit kitegyek a csatornára. És itt most értem például azt, hogy nem megyek el garázshoz, mert ki tudja, lehet most itt inkább máshova megyek. Értem itt ez alatt, hogy mondjuk februárban is, amikor már mondjuk újra rendőr leszek, mert két hetet tart most ez a szórakozás. Februárban is tudjak kitenni mondjuk egy olyan videót, ahol éppen menekülök a rendvédelem elől példaként, mert nem tudom, hogy milyen tartalmak fognak összejönni. És igen, most ez a cél, két hét alatt megnyomom az illegált, akciózgatás meg minden, hogyha lesz valami komolyabb RP, vagy színvonalasabb RP, abban is nagyon szívesen csatlakozok, csak nem tudom, hogyha terveznek, vagy szeretnének. Most csak én miattam nincs erre szükség, mondom, én szűken ennyit akartam, hogy szórakozzak kicsit. Kicsit essek ki már ebből a monoton rendvédelmeskedésből, mert én ezt is mondtam, hogyha nem streamelnék, amúgy nem lenne semmi bajom a rendvédelemmel, csak néha már azt éreztem, hogy nem tudok lenyomni 3 órás streamet, úgyhogy interaktív legyen, izgalmas legyen számotokra meg ilyenek, és egy ilyen illegál stream amúgy sok mindent nem csináltunk. Mi történt a mai napon? Aranybankozni akartunk, én aranybankba be akartam menni, és kitúrantották a fejemet. Következő, kiraboltunk két szemét, loptunk egy csattogóhalat, meg egy kevés pénzt, meg egy antikét készletet. És azon kívül elindultunk ATM-et fúrni, és ránk jött a rendvédelem, úgyhogy le volt fújva az egész terv. Ennyi történt a mai napon, de mégis úgy érzem, hogy nagyon izgi volt az egész. És örülök ennek. Mennyire félsz az E250 Mercedes-ről? Nem félek egy kocsitól se. Nem fogtok elkapni, hogyha egyszer menekülök, csak szólok. Amúgy
Egyetlen problémám az az, hogy vagy ütközök valakivel, mert hogy elkapom. De, ja. Azon kívül szerintem laza ügy. Főleg, hogy ez az Alfa, ez gecire jó amúgy. Abraxas nagyon jól beállította nekem ezt a Verdát. 190 euróra kéne valami jobb beállítás. De valami városi kéne arra. Mert ez az Alfa, ez így most jó. És a 190 euróra kéne valami nagyon durva városi, hogy kurvára jól gyorsuljon. Mert minden rendvédelm is kb. Akiről tudok, az kb. Úgy állítja be a kocsit, a rendvédelm is kocsit, hogy ez a végsebesség legyen jó. Gyorsuljon is egyértelműen jól, de hogy inkább végsebességre húzzák, és engem nem zavar, menjen max 200 km per órát a 190 euró, de kurva jó gyorsuljon, és akkor el vagyok intézve. Láda nyitó stream mikor lesz? Ma is itogattunk ládákat, amúgy nem fogom szerintem egybe lenyomni, mert kell helyet csináljak neki meg ilyenek. Tesó, vágod Eko? Vágom Eko, tesó. Na jó van, Ervin. Te még itt vagy? Aha. Szerintem ez így ennyi mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. És hogyha még van valaki a frakiba, aki szeretne jönni, az nyugodtan hívhatod, csak tényleg nem ismerek így kb. Senkit. Úgyhogy, ja, szép estét neked. Hello, hello. Neked is, szia. Na és srácok, akkor úgy érzem, hogy ez a stream ez így most elég volt, amúgy esküszöm kijön ebből egy videó. Kéne valami jó zene így a végére. Pogi Hip Hop. Jó, figyelj. Minden kezdett nehéz. Na most nincs kedvem ez a zenéhez. Kolibri puha lakatok, ez most túl puha. Betonhofi tükörterem, ez jó lesz. Na gyerekek, jók legyetek, szép estét mindenkinek, és akkor majd még találkozunk a napokban. Most a következő két hét az nagyon meg lesz tolva tartalmak szempontjából, úgyhogy legyetek résen, legyetek itt. És meglátjuk, hogy mi lesz. Hello, hello, sziasztok! Rázzon a ott fény a Dunán. Senkit ne érdekeljen már a kinti. Ne legyen szégyen folt a ruhán. Minden időben visszasötétül. Senki nem maradhat élve Budán. Senkit ne érdekeljen már a kinti. Ha mindent megesz a holnap után. Hogy beunyom a szemeimet, ez a hely egy tükörterem. Visszanézzám a gyűrött felem. Körülöttem reggel tegérőnek tűnöttetem. Meghallják a szavam, már nem kell üvöltenem. Zuhanom, tudod nyújtom. Mint a szellem az is alok a körúton. Egy eldobható készülék el az Isten hát. A mögött állok és várok valakit, hogy bezik úton. A kislány ne vág a gomorra. Az exem rák a bukorra. És panom anya jár a temóra. És én is félek, hogy átviszor rák a bukorra. De maradok, lemaradom magamat, én még küzdök. Hamarabb váltok, nem vett mielőtt lebetűztök. Töcsög a bakel, itt a túlép a tű. Nekünk arany a korom és erre jót ért a pré. Igen, a szabadság híd is el végül. Szikrázzon a ott fény a Dunán. Senkit ne érdekeljen már a kinti. Ne legyen szégyen folt a ruhán. Minden időben visszasötétül. Senki nem maradhat élve után. Senkit ne érdekeljen már a kinti. Ha mindent megesz a holnap. 28-as villamos kivisz a temetőbe. Mellettem panaszkodnak a kérdés nevelőre. Köztudott mifelén csak a vamzerül előre.